No, hát akkor kapcsolat a szellemvilággal. Jó, így jó, köszönöm szépen. Hát ugye a szellemvilág az egy nagyon izgalmas történet, paranormális jelenségnek számít, azért került ide. De mit is jelent? Holt lelkekkel lehet kommunikálni, mindenképpen. Megint személyes dolgokat szeretnék elmondani. Dr. Mack Anton, már sajnos már ő is odaállt van, ő egy orvos volt Münchenbe, Milánóba és Dubajban rendelt. Az emírnek volt az a házi orvosa többek között Münchenben és Milánóban, ott pedig praktizált csak. És hát az volt a döbbenet, hogy mi jó barátságban voltunk, ő kereste mindig azt az energiát, amivel meg lehet emelni több tonnás köveket. Az úgy néz ki, mint ilyen, mint egy tárogató, az ugye megvan, klarinétszerűt képzeljünk el, és akkor abból, mit tudom én, x mennyiséget összeszedni, amivel, amivel, ha sorba állnak, és mindegyiknél van egy, és egyik rész három, nyolcan vannak, ketten, félkörívve, a középen van a több tonnás kő, és megvan mindegyiknek milyen hangot kell fújni, akkor egyszerre antigravitációs történet lép fel, és felemelkedik ez a dolog. Egyébként Lászlában ezt a papok, ezt gyönyörűen űzik is, csak nem ilyen picivel, hanem azzal a havasi kürtszerű nagyjal. És a lényeg az, hogy Antonnak mondtam, mert ő tudtam, hogy kiment Brazíliába, ő egy orvoshoz, akiről majd fogok egyébként beszélni, és ez a doki, ez a szellemek látogatják őt, kapcsolatba lép vele, tehát nem csak a holt lelkekkel kommunikálnak, információt kapnak, hanem gyógyítanak is. Na most Anton elhozott nekem egy olyan felvételt, az valahol megvan, de azt végig kell böngésznem, páratlan felvétel, egy olyan 9 hónapos forma kisgyereket visz az anyja, ez az úriemberhez, egyébként orvos az illető, megszállják a szellemek, ilyen teljesen furcsa lesz, egy rozsdás kést, ahogy mondom, rozsdás kést elővesz, szépen, illetve itt ebben az esetben egy normál háztartási szerszámos flexet, azt a kisméretű flexet, és a gyereknek itt a tímus szépen végigvágta, így flexel. Mi a mindenféle érzést tenyítő nélkül, mert ugye ebben ez a másik döbbenet. A gyerek ordított, de nem azért ordított, mert fájt, hanem azért, hogy az anyja, amikor anyja megfogta kezdeni, akkor rögtön abba hagyta és mosolygott. Közben flexezik a tímuszt, és akkor utána benyúlt, kiszedett egy-két dolgot, kicsit, picit vérzett, fogott azt egy vattát fölött, hogy rátette egy raktapasszal, ragasztott mellett. Azt rendben volt, hogy anyja fölvette a gyereket, ott nevetett, gőgicsért, kutya baja nem volt. Na most erről az úriemberről fogok majd egy kicsit részletesebben beszélni. Itt most csak azért, hogy Anton, amit hozott felvételt, hogy ez milyen döbbenetes volt. És hát itt a szellemvilágnál ő egy olyan német csoporthoz tartozott, akik rendszeresen monitoron keresztül, vagy itt is lehet látni majd, itt jobbra fönt látjátok ilyen kazettás magnók még, ezeket be kell kapcsolni felvételre, ezt otthon is egyébként lehet, nem kell belerakni kazettát, csak ha rögzíteni akarod, ugyanis egy olyan mágneses mezőt és lehet kérdezni az elhunytól, vagy bárkitől, és amikor visszahallgatod a szalagon, akkor megdöbbensz, hogy válaszol is rá. Na most ez már sokkal fejlettebb volt náluk, már monitoron megjelent az illető, a rokon felismerte, olyan átlag 30 éves korúan jelennek meg, hiába volt 100 éves a néni, vagy 50 éves a pasi, olyan 30 éves korúan, felismerhetően, és elkezd beszélni, hogy mond, és név szerint szólít, hogy mit szeretnél tudni, és akkor olyanokat kérdeztek meg, amit ő annak idején elrejtett, vagy olyanokkal azonosították be, amit csak ő tudhatott meg az illető, és akkor tényleg mondta is. És hát itt nem véletlen van ott egy sárkány repülő alul, hiszen a Antonnak volt egy fia, aki mikor Dubajba ment ki, Milánóba mondta, hogy mennek a barátjával, és a sziklás hegységeknél ott fognak röpködni. Aztán így is lett, elmentek, aztán visszajött a Anton, nem jelentkezett a fia, hívta, nem jelentkezett, keresték, nem munkáján, nem ment be, nem értették, hogy mi van, és elment ide, azt a felvételt is elhozta, az eredetit,
amikor a feleségével elmennek ide erre a, hát szeánsz nem jó, mert ez nem az. Ez egy tényleg egy számítógépes történet. És kérdezik, hogy mi van a fiával. És egy olyan pár pillanat múlva a monitor olyan szürke, mint itt, ott látjuk ott a jobb oldal, a jobb felső sarok, nem a bal felső sarok, igen. Gyakorlatilag megjelent ilyen félszürkületbe a fia. És mondja, hogy apám, én azt elmentünk, akkor mondta, hogy a Erikkel elmentünk sárkány repülőzni, és egy termítbe keveredtünk bele, az ilyen hő megindult, tehát egy nagyobb ilyen áramlat, hőáramlat, és azt mondja, hogy úgy, ahogy volt, beleestünk oda egy ilyen szakadékba, és ott van a tetemünk, nekem is, meg Eriké is, úgyhogy ott keressetek. Na most ezt anyának hallani, hogy azért még bízott benne, hogy ez egy hülyeség, nem működik ez a rendszer, de aztán úgy elment oda a Anton, és bizony a helyi tűzoltósággal kiszabadították, kiszedték, akkor már ilyen oszlóban voltak szegények, de tényleg igaz volt, de kommunikált velük, elmondta, hogy hol van, és itt a tetemük. Tehát ezek döbbenetes történetek. Na most Anton nagyon sok ilyen érdekes dolgot hozott hozzám, mutatott, míg el nem ment. Na de van, aki szellemekkel gyógyít, és most jutunk ehhez a Freitához, de tulajdonképpen Z. Arigónak hívták egymás közt. Ő ugyanis 21-ben született, és 71-ben halt meg. Döbbenetes volt. Egyszer egy nagy fényt érzékelt, olyan 15-6 éves korában, és állandóan éjszaka gyötörtéken üzenetek. És nem tudta, hogy mi a hangról ismerte. Hát kiderült, hogy dr. Adolfo Fritzként jelentkezett be, aki az első világháború alatt testetlen német orvosként mutatkozott be, és ő nem végezte el akkora munkát, ezért megszállak téged, és általad fogok műteni, és gyógyítani fogjuk az embereket. És hát ezt ő ugye eleinte ilyet volt, meg félt, de aztán később hát ugye rájött, hogy ezen nem tud védekezni, médiumnak őt választották. Na hát ő azokat csinálták, hogy több szellem is volt, hogy megszállta, teljesen ott is látszik, ott áll ebbe a csíkos ingbe, hogy ilyen teljesen megrázkodik, és utána már hiába beszélnek hozzá, nem hall semmit. És itt is egy rozsdás késsel műtött, nem tudom miért, hát most az, de aztán nőtt a többiek szemében, mert hogy senki nem kapott szepszist, soha nem kapott senki szepszist. Egyik orvosbarátom, aki iskolatársam is volt a gimnáziumban, a Laci, ő például Jemenben frontsebész volt. És ugye hát mi jó barátok voltunk, és vagyunk is a Lacival, és már itt van, itthon van már nagyon régóta, és mondta, hogy azt mondja, Janókám, azt mondja, tudod, aki szepszis, azt mondja, aki meg akar gyógyulni, azt mondja, a dzsungel közepébe műtöttünk, a légy ott köpte be a belső szervet, úgy kellett elzavarni, de már akkor beköpte. Szóval, de meggyógyult. Aki nem akar, az meg úgyse fog meggyógyulni. Tehát, és nem értettem bizonyos értelemben Lacival egyet, de alapvetően igaza van, tehát ez a tudati energia, a sejtek tudomásul veszik, hogy föladjuk-e, vagy nem adjuk föl. És innentől kezdve, vagy dolgoznak, hát ha nem, hát te nem akarod, én meg nem erőködök. Azt ennyi. Nos, ez az úriember, ez az Arigó, ez gyakorlatilag a szegények orvosa lett, ugyanis sem pénz, sem ajándékot nem fogadott el soha. Sorok álltak, hát ugye ma is Amerikában tudjuk, hogy de így Brazíliában is nem lehet megfizetni az orvosi gyógyítást, tehát csak például az egyik ismerős, az döntenie kellett, három ujját levágta a fűnyíró, meg volt, hogy ez 60 ezer dollár, 40, ez 20 ezer, hogy most mennyi pénzed van, azt szerint azt varják vissza. Ez nem, ez valóság, tehát valami döbbenet. Na mindegy, a lényeg az, hogy hát ez az úriember éppen ezért a szegényeket vállalta fel, és gyógyította őket lelkismeretének megfelelően, és profi módon. Ránézett a beteg, nem kellett mondani, tudta, hogy mi a baja, de mondom, ilyen megszállt állapotban műtötte a hályogot, azt úgy szedte le, hogy fogja meg egy picit a fejét neki, kést oda, tik, levágta, azt behet. Azt azonnal látott, most mi van, most bekötözik,
napok, érzéstelenítő, kitágul az iris, stb. Kiveszik, új lencse. Tehát azért valamit tud ez az ember, illetve tudott, mert ugye sajnos meghalt. A hatalom az kuruzslásért bebörtönözte, kapott 16 hónapot, de aztán végül kiengedték. Azonban az őrök, akiknek ugyanúgy volt beteg hozzátartozói, titokba kiengedték nappal, hogy gyógyíthassa az embereket. Tehát azért ezt próbálnánk itt a Sintén Sándornál megcsinálni, nem? Bocsánat, alias Don Corleone-nál. Tehát gyógyították és gyógyították a betegeket. Egyszer egy ügyész titokba odalopakodott hozzá, és mondta, hogy most elkapja, most le fogja buktatni. Majd ennél is ugyanígy, pont egy ilyen hájogos szemű ember ott fogja, és itt jobbról, igen, jobbról, az a úriember, ő a fekete hajó, a Arigó, jobbról, ő az ügyész, és azt mondta, hogy fogja már meg a fejét, hogy nehogy elkapja, hogy kiszúrjam a szemét. És szépen fogta egy vágás, és leszette az izét, és kérdezte rögtön az ügyész, hogy is fájt, szóval mi történt? Késsel turkáltak a szemét. Hát nem fájt, abszolút nem is érzek semmit. Na, és akkor onnantól álltak el, és a 16 hónapból jó magaviselet miatt szabadult, aztán visszavitték, de akkor ez az ügyész elintézte, hogy akkor végképp engedjék szabadon, mert végül is nem káros, hanem igenis hasznos. Aztán ugye az év sztár gyógyász, a sebésze volt az 50-es, 60-as években végig, és hát imádták őt, mondanom se kell, hogy nagyon-nagyon sok emberen, gyereken segített, és hát nem véletlen szerették őt. Sajnos 71-ben autóbalesetben elhunyt. Mondom, autóbalesetben elhunyt. Hát ugye a kórházakat ez zavarta, hogy üresen kongtak, nála meg teltház volt, de az ingyen, mi meg sokat akartunk kérni, de aztán nem volt kitől. Ilyenkor jön egy bámészkodó teherautó, szegényt, úgyhogy hát így kell véget vetni egy nagy történetnek. Tehát ezen ne lepődjünk meg, ez ma se lenne máshogy. Mesmerizmus, ugye ez megvan, hogy micsoda mágnesség, Mesmer német orvos volt, aki a pácienseinek oda tette a kezét, hogy nyugodjon meg, feküdjön vissza, és közben, ja, doktor úr, nem fáj. Hogy micsoda? És akkor ez többször tapasztalta, akkor végén már ő kérdezgett, és utána rájött, hogy a kezünk ugye mágneses. És szépen innen van a meszmerizmus elnevezve, vagyis mágnesezés. Hagyj kérdezzem meg valakinek, fáj-e a feje nagyon most? Most már elmúlt. Meg akartam mutatni, nem a fejet, hanem a fájdalom, jó? Mert ott azért nyak nélkül furcsa lenne. Na mindegy, hát látnám azért, csak észrevenném, hogy hol vagy. Gyakorlatilag szerettem volna megmutatni, hogy hogyan lehet elmulasztani kb. 3 perc alatt, de ez telefonon is 5000 kilométeren keresztül mindenki el tudja mulasztani mindenkinek a fejfájás. Tessék? Hát, ha az a, ha valós fejfájás van, azt igen. A színészi alakítást azt nem. Abban egy glob, vagy valamilyen díjat ki lehet osztani. Vagy egy Oscar díjat, ugye. És ha csinos az Oscar, akkor pláne. Tehát gyakorlatilag, de mindegy, ha menet közben valakinek megfájul a feje, ne legyen, de akkor igen. Ezt ugye orvosok előtt mutattam meg, mert imádtam őket, mert mindig azt mondták, hogy ők a Janik, pedig ha tudnák, hát én vagyok a Jani. Tehát olyan még sose volt, hogy nem én vagyok a Jani. És így azért nem is szoktam velük versengeni, ha csak nem gyógyításban. És az megtörtént, ugye én nagyon sok mindennel foglalkozva, ugye foglalkoztam természetes gyógymódokkal, illetve azért nevezem így, mert nem természetgyógyász, mert az a halász, vadász, erdész, ugye? Tehát nem a természetet gyógyítjuk, hanem természetes gyógymódnak. Az orvos, az ügyes, az azt mondja, a kakira is bélsár. Tehát szépen kitalálta, hogy ez nem olyan gusztustalan. De mi olyan ügyetlenek voltunk, hogy mi csak egyszerűen természetgyógyászok vagyunk. Hát nem a természetnek vagyunk a gyógyászai, hanem természetes gyógymód, és itt most Somlai Angyalkát, akit nem szóltatok, hogy mondjam el, ezért kénytelen voltam eszembe juttatni a dolgot, és akkor most meghalljátok, ha akarjátok, hanem fölhívtam Angyalkát, mert Somlai Angyalkának hívták, és hát ő volt a titkára a Természetgyógyászok Országos Szövetségének, Olá Andor főorvosú volt az elnöke, és hát annak idején Déri Zsúval, múltkor itt láttam, hogy itt volt a Zsúval, meg a Tamasi Józsival, Tusor Erzsiket, akkor kezdtük az ipart,
Hát ahogy kellett, az angyalkával szerettem volna valamilyen ügyben, és telefon leütöttem, fölhívom. Női hang szólt vele, de annyit mondott csak, hogy tessék, de mondom, ez olyan menne, mondom, angyalka, te vagy az? Mit kaptam én? Te pervers, szadista állat! Angyalka vagyok, igen, de nem neked. Puf, letett a teve. De angyalka tényleg. Nem ő volt. De mellé ütöttem egyet. Hát van ilyen. Ez hasonló aranyos sztori, hogy elmentem az orvos barátnőnk, szintén iskolatárs, csak ő általános iskolás gyerekorvos, és hát azért úgy egymás egészségére figyelünk, én gyógyítgatom őt, ő gyógyítgat minket. És egy alkalommal nagyon-nagyon rosszul voltam, és hát fogtam, mondom, fölhívom a Zsuzsát, csak hát tudtam, hogy rendel 16-ig, elmondom, rácsörgök, becsörgök, de elment És mondom neki, hogy szia Zsuzsa, János vagyok. Gondolom, így történt. Te maga mutogató állat, te patológiás eset, te állat, följelentelek, azonnal tedd le. Zsuzsa, ne! Zsuzsa, ne! Fokoztam a dolgot, lecsaptak készüléket. Hát, na most mi lesz velem? Jó, este van, majd otthon fölhívom. Hazaérhetett már 17 óra körül, a Zsófi akkor ilyen zsendülő kis fiatal lány volt, ilyen 12 éves éppen fiatalka, és fölveszi a Zsófi, azt mondja, hogy halló, tessék, szia Zsófikám, Jancsi bácsi vagyok, és anyuval szeretnék beszélni. De mivel a Zsófiot gondolom, hogy állt, mint a most faragott szobor, a Zsúnak gyanús lett telefoncsörgés, Zsófi fölveszi, kimerevedett tekintetekkel, néz egyenlőre, aztán Zsófi mi az? Egy bácsi suttog. Ó, az anya oroszlán ezerre vágtázott, fogta, kikaptad te szemét, az otthonit is tudod, te följelentelek, te perver. Há, nem. Hát erre fogtam, mondom, én is mese át kell hozzájuk sétáljak. Átsétálok egy olyan 10 perc van hozzájuk. Csöngetek, Zsú kinéz, meglátja, ja, te vagy az. A helyszínen bepisült. A röhögéstől. Na mindegy, szóval van ilyen, tehát ilyen arany történetek. Ugye angyalka kapcsán, mert hogy nekem ilyen gyönyörű sok történetem van. Hát menjünk tovább, a Mesmer, és itt van ugye Franz Anton Mesmer, tehát ő volt az elkövető, és hát gyakorlatilag ezt terápiás módszernek használta a fájdalomcsillapításra például. Nagyon-nagyon profén, hát valahol a Reiki is hasonló történet, csak ugye éteri energia, ez meg a saját mágneses mező, tehát azért ezek már mind paranormális jelenségekről beszélünk mindenképpen. Elsősorban energiát vitte, másodszorban fájdalomcsillapítás. De mind a kettő eléggé hibátlan. Gyakorlatilag mitől függ az, hogy ugye, mert azt mondjuk, mert nem áll messze a hipnozistól sem, hogy ki hipnotizálható, és akkor itt valaki kérdezte, ja igen, megvan, igen, köszönöm, hogy az agyterületeknek a közötti, tehát az agyterületek közötti kapcsolat minősége, hogy jól vezet éppen, stb. Vagy nem, vagy ez a rész most fáradtam. Tehát ez ettől függ például, meg hát a szkeptikusokat, azokat nem lehet, azt csak karóval lehet beleverni a földbe, akkor se hiszi el egyébként, de alapvetően nem mindenki. Ugye annak idején Ignatjenkóval úgy ismerkedtem meg, hogy a MOM-ban tartott egy előadást, és hát ugye fölmentem én is a színpadra, és akkor ott mindenki megnézte, hogy kinek milyen képesség, és akkor odaért hozzá, és akkor szólt valamit a tolmácsának, és azt mondja, hogy majd találkozzunk később, jó, mert lát valami rokon történetet. Ő egyébként nem megyek elé, nem megyek elé, most már nem megyek elé. Mert akkor mindig elveszünk a részletekbe. Lesz, jó? Nem fogom elfelejteni semmiképpen. Ha meg elfelejtem, szóljatok, hogy elfelejtettem. Azt úgyse tudjátok, hogy mit. Tehát azért egyszerű a történet. Gyakorlatilag ez az úriember, ez a James Isdale, ez gyakorlatilag egy sebész volt, és ő használta szintén fájdalomcsillapításra, tehát műtött, rendesen műtött, és érzéstelenítésképpen kicsit hipnózisba,
kicsit pedig magnetizmussal, tehát mesmerizmussal próbálta gyógyítani a betegeket, tehát ott is egy gyönyörű szép, egy hatlövetű konyhak is látszik, és ezekkel műtött, hát jó. Na most nézzük meg, hogy most egy picit a hipnózisba is menjünk bele valahol. Nem véletlenül, hogy az illetőnek a teniszpálya részét választottam, mert hogy arról szól a fáma, hogy ha az egész testet beborítja egy bőr, betegség, már pedig egy doki, aki a hipnózist elkezdte használni, meg a meszmerizmust, az jelezte, hogy behívta a beteget, ugye, vagy nagy konferenciára, és ugye pizsibe volt, mondta, hogy vegye le a fölsőt, levette, hű, neki megdöbbent, tehát nem ennyire, csak nem akartam ide betenni egy nagyon-nagyon eldurvult bőrbetegséget, és mondta, hogy nézzék meg, hogy ez a beteg ilyen, és én egy hónap múlva meggyógyítom, és bebizonyítom, hogy hipnózisra lehet, azt mondták, hogy jó, hagyja békén. Mert ugye mindjárt szkepticizmussal állnak hozzá. Na majd egy hónap múlva újabb konferencia, és hozta a beteget. És akkor most csak kérdezném, hogy ti hogy oldanátok meg, mert ugye nagyon sok gyógyszer szedett ez a beteg, és ugye szinergiába lehetnek már a gyógyszerek közös hatással, hogy esetleg attól gyógyult meg, nem effektív attól a gyógyszertől, de a 3-5-nek a összhatása szinergiájával meggyógyulhatott. Hogy csinálnátok meg azt, hogy bebizonyítsátok, hogy nem a gyógyszertől gyógyult meg? Abba hagyja egyetlen. Hogy? Abba hagyja egyetlen. Akkor is azt mondja, hogy most szívódik fel, most még a utóhatását fejti ki. Nem, a gyógyszertől volt. Nagyon egyszerű. Ha nekem tudtok olyan betegséget mondani, vagy olyan gyógyszert, ami csak a jobb kezeden mulasztja el a kiütéseket, akkor azért szóljatok, mert ez a dokit akkor tájékoztatjuk, már főtaláltuk, de valójában nem, ugyanis ő hipnotizálta, hogy csak a jobb kezeden múljon el az összes bőrbetegség. A többi megmaradt, azt mondja, itt van jobb kéz, mat. Erre már nem lehet, erre nem lehet mit mondani. Ugye? Tehát zseniálisan, itt a zseniálitását is szerettem volna megmutatni, miközben egy paranormál jelenség valahol a hipnózis is. A híres parafenomenekről fogok beszélni egy picit, nem mint eddig nem. Itt van Anatoli Kaspirovszki, ő egy nagyon izgalmas úriember, egyébként orvos, pszichiáter és egyéb. Különleges hatást érzékelt már gyerekkorában is, majd aztán egy idő múlva, ugye, mikor elvégezte az egyetemet, akkor Vinitusba került, és ott az orvosi egyetemen dolgozott, és az volt az érdekes, hogy ő szuggesztióval, távszuggesztióval dolgozott. Én még láttam az ő 2,5-3 órás filmek, volt egy 6 órás, ami eredeti éles adásba ment, és több mint 2000 kilométer távolságra volt a páciens tőle. Na most ott a sebészek egy hasi sérvműtétet akartak végrehajtani, érzéstelenítők nélkül. És hát az egy nagyon bőv érzés, tehát ott azért el lehet hamar, meg nem is az a baj, hanem hogy sokkot kap az illető. Tehát mire beadja már addigra a sokkos állapotba, azt akkor meg is halhat könnyen. Na most ő azt csinálta, hogy egy kamerát tetetett a tévéjére, és a túloldalon szintén, és akkor tévén, az ő tévén a hölgyet látta, őt meg a hölgy, és kommunikáltak, és mindig elkezdett beszélni, és azt mondta, hogy mesélje nekem egy gyönyörű nyári emlékéről, gondolkozom, mondja, közben intette, hogy mehet a műtét. Megműtötte, 2,5-3 órás műtét volt, még a vérzése folyt, tehát a vágási felületnél parancsba adta a tudatalat, hogy a vér nem, de nem. Tehát nem, még csak ki se csöppent. Tehát valami döbbenetes, ezek is mi vagyunk. Hát csak azért mondom, hogy szeretném visszahozni mindenkivel ezeket a képes, ezek létező történetek. Na most is az az izgalmas, hogy ő nem egy ilyen műtétet hajtott végre. Volt például egy olyan, hogy egy illetőt, lábtörése volt, itt majd mindjárt megmutatom, talán itt is lesz. Ja, hát ilyeneket csinált, ugye az mondjuk érdekes. Ilyen 45 fokba állt az illető. Egyébként javaslom most a fa tüzelési időszak miatt, hogy tegyetek be a lakásba mindenképpen egy derékszöget, mert az 90 fokos. Tehát az nem fogtok fázni. Tehát gyakorlatilag ilyen szögben állt, ez azt megint ugye látjátok, a szögről eszembe jutott, tehát most na.
Senki se lehet tökéletes. Na de ennyire nem, hát az egy más kérdés. De a lényeg az, hogy ő hipnotizálta, és az emberek így elheverésztek, mint tikkac, szöcske, nyájak, stb. Aztán ugyanígy, de Salai is ugyanezt megcsinálta a Ignatjenko, és hát aztán később megkerestem, aztán Magyarországra jött, aztán jó barátság alakult ki köztünk, és hát ő aztán döbbenetes dolgokat tud, de most még egyelőre maradjunk Kaspirovszkinál. Olyan műtéteket hajtott végre, illetve hajtatott végre, ahol soha nem engedte. Persze ott álltak ekkora fecskendőkkel, startra készen, hogy rögtön beleadják az életet, hogy azonnal hasson a fájdalomcsillapító, különben sokkos állapotban meghalt a beteg. Soha nem kellett használni. Tehát ez zseniális. És képzeljétek, ezek a képességekkel rendelkezhetünk, csak tiltólistán van. A gyógyszergyártó mit csinál, hogyha nem kell a gyógyszere? Jó drága pénzen? Hát ezt azért tegyük már hozzá. Hát valamiből meg kell neki is élni. Elvégre a mi pénzünkön kutatott, mi pénzünkön tanult, és a mi pénzünkből hozta létre, aztán maga hasznára fordította. Teljesen. Ezek olyan jó történetek. Egyébként Kaspirovszki rendkívül képzett volt, nagyon sok területen vizsgázott, orvosi területen. Ugyanakkor úgy is mondták, hogy nagyon jól adta elő showmanként, szóval imádták az emberek. Aztán itt van az a műtét, amit mondok, hogy ott eltört az illetőnek a lába, és akkor hát ott élesbe fogta, és itt a saroknál egy ekkora fémpálcát rendes 2 kilós kalapáccsal fölvertek a csontjába végig, érzéstelenítő nélkül, mert megint a mutatványban ez a lényeges, és úgy, hogy közben a pasi nevetgét beszélgettek, és a közönség, mert ez nagy nyilvánosság előtt történt, csak meg se tudtak szólalni. Ez meg nyugodtan mesélte a jópofa dolgairól, majd egy hónap múlva sokkal gyorsabban gyógyult, nem kellett gipszelni, és egy hónap múlva meg szintén egy ilyen tévéműsor keretében meg kihúzta. Harapófogó, meg feszült, kihúzta. Pasi ugyanúgy mosolygott, kérdezték, fáj? Nem, biztos üvöltött volna. Tehát szóval azért mondom, hogy tehát azért vannak ezek létező dolgok, tehát ezért szeretem ezeket megmutatni. Aztán volt az a hasműtét, azt most elmondtam, úgyhogy gyakorlatilag itt azért tettem be csak egy ilyen laparoszkópos, hogy ott egy hasi műtétet szerettem, hogy csak betenni, de ő anélkül, tehát nem kellett abszolút érzéstelenítőt tenni. Itt használta szintén a mesmerizmust fájdalomcsillapításra, és el is mondta azt, hogy mesterséges morfium van bennünk, és ezt a saját szervezetünk állítja elő, és körülbelül úgy mondta, hogy 100-szor erősebb, mint a növénykivonatból ott agyon laboralizált történet után születik meg ugyanaz. Úgyhogy egy szuper pasi volt, és akkor Ignatjenkóról is beszéljünk egy kicsit. Hát ő egyébként megalapított egy csoportot, a világ, egy nagyon komoly világszintű, emiatt keresett meg éppen, akkor Finnországban voltam, ott hívtak fel, hogy jön a Ignatjenko, hogy szeretne veled beszélni, és hát adott nekem két kötetes, amiben nagyon részletesen, csak nekem az orosz nyelv a nevében a végében benne van, hogy rossz. Próbáltak a tanáraim megtanítani, nem tudtak, tehát annyira küzdöttek. A gimiben már föladta aztán a gimnazista tanárnőm, és én ezért nem mentem orvos egyetemre, mert fél évet kellett volna oroszul tanulni, de nem bántam meg, mert az élet sokkal nagyobb ajándékokkal is megajándékozott, gyógyítani meg úgy is lehet az embereket. Nos, ez az úriember, ez amit most fogtok látni, ez úgy gyógyította például dadogást, hogy ide tette a gyerekfejét, először megkérdezte, hogy hívnak, megvan élőben, most nem, akkor én akarok makogni. És akkor utána, jó, azt mondja, hagyd a fejed, kész. Hogy hívnak? Kovács István. Többet nem makog. Nem dadog. A dadogásnak a pszichoszomatikában azért van egy üzenete, belét folytják a szót gyerekkorodba, erőszak, agresszivitás, tehát azért az, na, de ez gyönyörű, egy ting, és kész.
Hát olyanokat csinált, és akkor most mondom, amit azt mondtam, hogy úgyse tudjátok, hogy mit kell kérdezni. Gyertyát, 12 méterről meggyújtotta a gyertyát, és utána eloltotta. Beszűkítette a teret körülötte. Látszott, hogy gyönyörűen világ, egyszer csak úgy elkezdett derengeni, rezegni, kezd szűkülni, szűkülni, a holdudvara is, majd azt egyszer csak füstsík, és kész. Arra képes volt, nem tudom, hogy itt van-e, lehet, hogy itt lesz, ja, ez egy 71 éves úriember. Ő? Persze. Ugyanis ő az egészség és a fiatalságot akarja az emberiségnek átadni. Továbbá mondta Jánoska, mi nem fegyverrel harcolunk. Ezekkel. Általános iskolából kirúgták, mert azt csinálta, hogy a tanár, mert arra képes, hogy itt se csettint egyet, és így állsz addig, amíg nem csettint. Újra. És gyakorlatilag az történt, hogy a tanárnő naplót vett elő, még nézte, hogy meddig jutott, ez nagyon-nagyon Albert Ignatjenko fele halad, és akkor így csinált, hogy csett, és akkor a tanárnő így állt óra végéig. Beszélgettek a diákok, minden rendben volt, és a tanárnőről nem tudott, és amikor csöngettek, csitt, hallja csöngni, jó van, akartam felejteni, de akkor már nem, és valaki elmondta neki, úgyhogy kirúgták az iskolából. De nagyon sok mindent csinált, tehát félelmetes, tehát például egy székre így rácsettint, persze mondta, hogy emeld meg a széket, de megemelt, hogy jó, most emeld meg. Ötten jöttek, nem tudták megemelni. Aztán menet között csinált, tehát ötfele gurultak, mert akkor meg fölrepült a szék. Tehát nagyon, egyébként egy annyira szimpatikus, nagyon aranyos, és azért mondta, hogy konferenciámra meghívtam, hogy jöjjön el, most nem, nem most, tehát ez, csak akkor jött ez a Covid-nak átszázott merénylet sorozat, hogy így nem tudott eljönni, de majd a legközelebbi konferenciára azt meghívom, tanítani szeretné itt ezt a módszert. Jó? Képzeljétek el, mikor kiáll egy politikus, és akkor ilyen 4 évig ott tartod őt, és akkor kiteszed elé, hogy új választások, de öreg, hát te 4 évig nem tudtál megszólalni, téged nem választunk meg. Oké? Okay? De szerintem eredményes lenne. De alapvetően tényleg zseniális, így néz ki, ekkor 71 éves volt. Ez ezelőtt talán 2,5 évvel ezelőtt volt. Fiatalos, na. Úgyhogy, de adott a könyvébe, de mondtam nekem, ez, mondanám, hogy nem tudom, mert orosz, de kínai. Tehát megint csak visszakanyartunk a két nyelvű ismeretlenséghez. Nagyon zseniális, jólelkű, okos, értelmes, nagyon sok emberen segít. Nagyon-nagyon sok emberen segít. És a hangsúlyt, a testet, mint önálló egységet, a mikrokozmosznak picibe, kozmosznak csak picibe. És ezt az egyensúlyt akarja elreállítani, nem haragoskodni, amikor valaki haragoskodik, csitt, és akkor mondja, hogy amikor visszahozlak, akkor elkezdesz mosolyogni. És úgy mosolyogva haragot kelteni, ez nagyon nehéz. De olyanokat csinált, hogy például azt mondta, hogy fölállt, mit tudom én, akiket ilyen szenzitívnek tartott, vagy 10 embert, és akkor elkezdte, azt mondja, önnek kiakadt, és akkor azt mondja, kalinkát táncoltak, és akkor elkezdték dobálni a lábukat, de azt se tudták mi. Akkor széken ültek, és ilyen zsugorba lementek, vezettek, és akkor vezettek. És akkor szóval végigjátszott a nem Csipola, ne jusson senkinek Thomas Mann, Mario és a varázslója, mert nem. De olyanokat megcsinált, ilyen 18-20 jegyű, számjegyű számsort, séróból mondott. Tehát úgy, hogy fölé volt bárkit, szépen mondta, hogy itt vannak a számok, rakja, amilyen sorrendben akarja, ő háttalált, és szépen elkezdte sorolni, picit koncentrált, és aztán ilyenkor mindig kérdeztem, hogy ilyenkor mi van veled, ilyenkor látod? Aztán látom a számokat. Aztán el se lehet hibázni. Nem is hibázott. Úgyhogy azért mondom, hogy egy nagyon nagy valaki, ott van hátul ott számot, például most mutatják egyesével, de amikor a táblára fölírtak ilyen 30 számot, és egy az egybe elkezdte sorolni ilyen hármas etapokban, azért az a dekádokkal, azért az igen. Tehát ő azt mondja, hogy mindig is, amit most olvastok, hogy olyan erő birtokában van, hogy képes hatni másokra, hát nem is kicsit. Ugye, ha talán emlékeztek mindjárt mondom,
Geszti, nem Geszti Péter, hanem hogy hívták, hogy szegény, milyen János volt, aki meghalt? Déri. Déri, igen. A Zsuzsára gondoltam, azt erre az jutott eszembe a Geszti Glória. Gyakorlatilag ő egyszerűen azt meg tudta csinálni, hogy így csinálta Jánosnak, és nem tud beszélni. Nem tud megszólalni. Keresztbe állt a szó. Amikor csettintett, akkor meg folyékonyan beszélt. Tehát, de ugye nem véletlenül gyógyította az embereket. Úgyhogy egy nagyon szimpatikus, nagyon jó fej, és a tudás az, igen, és tanál. Itt Magyarországon azért kért fel, hogy alakítsunk egy olyan helyet ki, ahol ő ezt taníthatja. Itt a materializációt azt én elmondtam már, az a pécsi hölgy, aki a testébe húzgálta ki, de azt nem mondtam el, hogy egy alkalommal ilyen rajzelemzés volt, és beállít hozzám egy olyan 55 körüli hölgy, és egy szatyorra tele ruhával. Hát azt hittem, hogy költözik, vagy patyolatba megy, és akkor mondja, hogy János, baj van, mert képzelje el, hogy hófehér ruhába ültem a fotelembe, ami zöld, és egyszer csak azt látom, hogy tűzpiros lesz egyes helyeken a nadrágom, körülnézek, minden hófehér, semmi. Hát mondom, ilyen létezik, mondjuk tényleg, de hogy ez mi? Hát mondom, elhozta a ruhát, mondom, egyet hagy vigyünk el vegyelemzésre, hogy nem esetleg egy mosópor, ugye a kéz hőtől, a párától esetleg reakcióba lépett, és ilyen szint festett. Hát ugye milyen az élet, mert hamar visszaigazol, nem telik el egy hét, de így szedte ki sorba a ruhákat, minden tűzpiros volt, és akkor egy hölgy fölhív telefonon, hogy János, ben vagy, rendez? Hát persze, bejövök. Bejött. Azt mondja, képzeld el, ülök a mellékhelyiségem, és azt nézem, és a fehér zoknim kék színű lesz. Na, megint. Ez kaméléum szindróma, vagy mi? És akkor elhozta ezeket, nem mosta ki, úgyhogy volt bukéja, de a lényeg az, hogy nem szagolgattam, mert a színre kellett vizsgálni. Ugye? Egy nagyon érdekes kémiai hatás lehetett. Hát csak annyit tudtam magyarázni, hogy melyik pártra tetszik szavazni. Hát azt mondja, MSZP-t, azért piros csokolom. Hát te meg ugye kékvérű vagy, tehát te meg ne szólja semmit, ugye? Te meg az elithez tartozol. A lényeg az, hogy nagyon nem tudtuk megállapítani, hogy mi, mert nem volt akkora mennyiségű anyagkoncentrátum, amiből tényleg lehetett volna vegyelemzéssel megállapítani, hogy tulajdonképpen ez mi. Ezek materializációk, tehát szintén, mint ahogy a hölgynek bárhol, csak így mondom, így szedte sorba, hát mondom, ebből egy szőttest össze lehetne otthon hozni. Telepátia. Ugye ez is egy izgalmas terület, hát ezt sokszor szoktuk használni. Hölgyeknek különlegesen jó érzékelésük van, amikor ugye a férj valahova másfele kanyarodott. Kocsmára gondoltam utána. Hát először alapozni kell, hogy utána teljesítmény is legyen. És akkor annyira ráéreznek a hölgyek, hogy valami hihetetlen. Úgyhogy nézzük meg, hát gyakorlatilag ez egy közvetlen információ agyból agyba, nem tudom máshogy mondani, csak így, bármekkora távolság is lehet. És ezben a lényeg, és akkor visszakanyarodunk elejére, amikor emlékeztek, az a názás úr azt mondta, hogy bármekkora távolságban az éterben bárhol pillanat alatt ott van az információ, a molekulák, emlékszünk? Akkor még nem aludta, hát persze. De a vicc voltják, jó? Úgyhogy tudom, mit kapok ezért, úgyhogy több poén nem lesz. És akkor nézzük meg, hogy tulajdonképpen ez egy mentális kapcsolat, de mindenképpen paranormális jelenség, hiszen az általam kisugárzott hullámok vagy gondolatok az abból áll, hogy te megveszed. Az a rossz, amikor többen veszik, és a randira ketten jönnek el. Hát ez az átka, amikor na. Szóval a lényeg az, hogy a család soha nem mert venni például se a nagynéném, se az édesanyám, se én, mert mind a hárman mindig három ugyanolyat. Mindig, mindenből születésnapra, mindig, akárkinek vettük, az tuti három darab volt. Úgyhogy a végén megegyeztük, hogy
Előttem lőd, de csak ne előtte a meglepetés, mit akarsz ezt? Én is adtak akkor neved. Jó, tehát, de mindenből, görög tából három volt. Legalább telt a kert, volt hova tenni virágokat. De valójában a telepátia pont erről szól, hogy valamilyen akarat szándék generál, dekódol, de bocsánat, kódol egy gondolatsort, és a túloldalon pattan le és csapódik, és ott pedig veszik az adást, és úgy profi módon, és azt teszik úgy, hogy ez a Céner kártya, ezzel lehet csekkolni a különböző találati arányt, ami azt jelenti, hogy képzeljük el itt ez a kis asztal, itt középen van egy kis paraván, ami nem átlátszó, ezen a felén ül mondjuk aki veszi az adást, azon a felén az, aki adja, nála van a Céner kártya, és akkor itt is szintén van Céner kártya, és akkor azt mondja, hogy kivesz félre egyet, és megkérdezi, hogy melyikre gondoltam, és ezen az oldalon fogja kiteszi. Nagyon-nagyon szép eredmények vannak, egy picit kell csak koncentrálni, tanulható, nagyon gyorsan tanulható. Paulinyi Tamás egyébként ebben nagyon magyar, nagyon klassz kutató. Tamás végzett ebben, nagyon nagy munkássága van benne, és innen is gratulálok neki. Nagyon-nagyon szép, amit végzett. Nem törődött vele, hogy minek néznek minket, ugye, mert ugye ez a kísérő jelenség. De valójában arról szól, ugye? Itt pedig a telepátia, az ugye a tele, az ugye távolságot jelent, és a távolságban való érzékelésről szól. Ezzel a Céner kártyával hamar lehet visszacsekkolni, hogy ki mennyire vevő. Tehát én ezt egyszer tanítottam is a telepátiát, és amiket lerajzoltam a kedves hallgatóságból, voltak vagy 15-en, a 7-8 az 1 az 1-ben azt rajzolta le. Tehát ez egy döbben működik, csak gyakorolni kell. Oké? Okay? Mondtam az előbb, hogy előttem a poént, hogy többen is képesek vagyunk venni, ezzel vigyázni kell adott esetben. Kellen Jánosról nem tudom, hogy hallottatok-e. Hát most túlestek ezen a történeten is. Ő egy tisztánlátó volt, egy zseni. Egy zseni, sajnos elég korán halt meg. Itt van ő, ez a könyv, a Kele a léleklátó, mert ő csak azt mondta mindig, ő nem, ő csak egy léleklátó, ő semmi egyszerű vidékember. Pécset született 1920-ban, és sajnos 57-ben már mennie kellett. Ő gyakorlatilag volt az eredeti kézírása a könyvének a dedikálása látható, és volt olyan, hogy elment egy családba, egy mérnök házaspárhoz, és ott kérdezték tőle, hogy esküvő, hány gyerek lesz, ugye ez esküvő volt, és hát ő mondta, hogy hát ez a kettő, két fiú, orvosok lesznek, de mire a második megszületik, vagy kezd cseperedni addigra, hát figyelj fiam, átmész a túloldalra, mondta az apának, a leendő apának, méghozzá rátolat egy teherautó, és úgy fogsz tovább lépni. Igaz volt a történet, a fiúk valóban felnőtt korukra orvosok lettek mindketten, és sajnos tényleg autóbaleset áldozata lett, valóban egy teherautó tolatott rá, és így halt meg a férj. De volt olyan is, amikor ment az utcán Bécsbe, és sétálgatott az őszi novemberi hűvös estén, és előtte egy matróz, egy tengerész kapitány volt, és az is sétált, csak előtte. És a lépéseiből azonnal felismerte, hogy ez mi, és utána sietett, és azt mondta, ne haragudjon, azt mondja, ő hajós kapitány, és ezt a hajót vezeti. Igen. Azt mondja, legyen olyan kedves, most üljön vonatra, induljon haza, mert az édesanyja haldoklik, és haza fog érni, még higgy el, de menjen haza elköszönni tőle. Ez még úgy furcsálta is, hát akkor nem volt telefon, irány vonat, hát ugye ilyenre azért az ember inkább beindul, inkább potyára menjek, mint hiába, illetve, hogy ne legyen ilyen lehetőségem. És valóban így is volt, olyannyira, mivel ő a rendőrségen dolgozott az életvédelmi osztályon, a budapesti rendőrkapitányságon, életvédelmi osztálynak volt a vezetője, és hát ez a pasi ezt tudta, és akkor bement és megköszönte, hogy még életében köszönhetett el az édesanyjától. Aztán volt egy újságíró, mindig szekáltak, akik a rendőr kollégáik is szintén, és mondta, hogy na, ha maga annyira tud, és belelát a dolgba, akkor mennyi pengő van az én zsebemben? Hát azt mondja, gondolkozott egy picit,
Azt mondja, 12 pengő 80 fillér. Kinyitotta, 12 pengő 80 fillér volt. Tehát valami óriási képességgel bírt, majdnem azt mondanám, hogy röntgen szem, de mégsem, mert ő ugye mindig azt mondta, hogy a léleklátó, és volt egy másik itt, ugye jobbról látjátok ezt a szőttest, nem véletlenül, ugyanis megkereste őt a rendőrkapitányságú egy hölgy, három gyereke volt kiskorú, és abból kettő már meghalt, és rejtélyes, valami rejtélyes betegségben nem tudják, hogy mi, és azt mondja, csak kicsit koncentráljon a otthonára. Rákoncentrált. Á, igen, aztán van maguknak Afrikából a falon, ott van a falon egy szőttes. Azt onnan hozták, igen, aztán egy veszélyes, halálos mikróba van benne, azonnal mennyi az a tüzelyéke, a gyerek életbe fog egyébként a harmadik maradni. És így maradt életbe. Tehát nem akárkiről beszélünk. Őt meghívták New Yorkba. És 51-52% az egy óriási aránynak, találati aránynak számít a telepátiába. Na most ő neki ilyen 90%-os volt, és mondták neki, hogy hát ez csoda, azt mondja, tudnék többet is. Hát és mi az akadálya? Hát meghívtak, de hát nem fizették a szállásomat, ugye ott is ilyen ugye, derékszögű volt a szoba, és gyakorlatilag fázott, éhezett. És azt mondták, micsoda, hogy maga nem kapott ellátást, nem fizették, azonnal intézzék, megcsinálta olyan 98%-osra az összes többi tesztet. Tehát egy zseni volt, és akkor a legizgalmasabbat, hagyd mondjam el, hogy lelki tanácsadó szolgálatot folytatott, a kollégái azok kirőgték mindig, te persze, te lápe, hogy nem. De hát ugye értelmesek voltak, rendőrök voltak, úgyhogy ezen nem lehetett meglepődni. És akkor a következő történt, hogy egy alkalommal a főnöke is irigykedett rá, hogy nagyon sok ügyet megfejtett. És nem értették, illetve tudták, de nem hitték, hogy ez nem a véletlen, belenyúl a véletlenbe. Ne olvassátok el, most mondom, hogy gyakorlatilag, de ha akarjátok, fölállok a tévé elé, akarom. Nem, kitolok veletek. Jó? És akkor most rám figyeltek. Hát ennyi egoizmusom, majd legyen már. Na. Szóval készültem, mert én ezt tudom fejből. Most jutott eszembe, hogy tudom fejből. És a következő volt, hát ugye kapott egy ilyen életveszélyes fenyegetést egy politikus, és hát beadta a rendőrségre, hát indult a nyomozás, hát rafinált volt a főnöke, azt mondja, hát itt van tiéd az ügy. Azt mondja, hogy itt a fenyegető levél. Azt mondja, jó, többiek röhögtek mögötte. Azt mondja, kérnék egy autót. Nyugodtan. Jó, kapott egy sofőrt, aki vitte. Közben mögötte mentek a kollégák jó nagy távolságra, vagyis ott röhögcsértek rá, na persze. És akkor kérte a sofőrt, hogy van-e valami ruha, vagy zsebkendő, ami össze, van, bekötötte a szemét, a most menjünk, azt mondja. És ment, nem akart, hogy befolyásolja az infó, nem azért, mert nagy legénykedni akart, hogy a sok látvány ne terelje el a figyelmét. Tehát, ha nem látja, akkor csak azt veszi, amit ő érez. És így is volt, szépen mentek, lejutottak, azt hiszem, hogy Kecskemétre, majd mindjárt azt azért lesek annyit, szerintem Kecskemét. Mindegy. A lényeg az, hogy lejutottak, ezek ott, na és akkor azt mondta, hogy most csak menjen a városba, csak menjen, mindig mondom, hogy most merre forduljon. És ment, azt mindig köröztek egy szakaszon. Na ezek meg már leálltak, hogy nem mentek körbe, és mondta, hogy na, eltévedtessek, nem tudod. Ez ugye pihentetől jön egy móriczkás vicc. Ugye a móriczka van az erdőbe, és akkor egy oroszlán meglátja őt, rohan. Tasziló felugrik a fára főszalad, Móriczka meg lejjen van nyugodtan. Azt mondja, te hülye vagy, a szétép, azt elkezd futni a fa körül, kergeti az oroszlán ezerre. Ez meg elkezd rögni Móriczka. Azt mondja, mit rögsz? Hát mindjárt elér el, már 3 centire van a nadrágot. Azt mondja, hülye vagy, de 3 körre le van maradva. Na szóval, na most itt a körözésről jutott eszembe, hogy lelkem ő is körözött, kinevették őt, de aztán ő úgy döntött, hogy nyugodtan nevessenek, és akkor kiszállt a kocsiból, levette a szeméről a ruhát, oda ment, határozottan becsöngetett, kijött egy nagy bajszú pasi, megrettenve, azt mondja, maga írta az életveszélyes fenyegetést, ez az ön írása? Igen, az én írásom. Jó, üljön be, visszük föl Pestre.
aztán hát lejöttek irigyek rá, mert akkor kiderült, hogy nem, hanem még, tehát érezte, hogy a jel valahol itt van, itt van, itt van, de nem, na, megvan, és akkor most álljon be. És utána bevitte, úgyhogy nem akárki, most már elolvashatjátok, de hogy kétszer meg nem, nem izgalmas. Tehát őt tulajdonképpen ezt tette ismerté, rengeteg történet van, most csak tényleg néhányat, mert még lesz akkor anyag, hogy még reggelig se végeztek velem. Azonnal tudtok végezni velem. Tehát itt van ugye a rendőrkapitányság, és ugye ez az, amikor New Yorkba kihívták, és hát sajnos. Most telepatikus állatkísérletek voltak, az amerikaiak végeztek. Hát ez egy véres történet, rövidített verzióban próbálom mondani. Egy anya nyuszit, az öt kis nyuszikáját elvették tőle, és az agyába egy ilyen érzékelőt tettek. Magyarul kíváncsiak voltak, hogy működik-e a telepátia az anyaállat és a kicsik között. Voltak itt a tengerbe vittek le, ugye, Marianárok 11 km mélyre, tenger alattjáróba. Voltak itt a világűrbe vittek fel, voltak itt ólomkamrába tettek, azon nem megy át a jel, de hogy nem. Csak ezt meg akkor nem tudták. Na és mindegy, a lényeg az, hogy, és akkor megkezdték a folyamatot, hogy meg volt adva, hogy mikor lefejezték egy-egy kis nyuszit. És az anya állatba, ting, hiába tengermélye, rengeteg vízoszlop fölötte, hiába világűr, hiába ólom, mindig regisztráltan ott volt az a pillanat, egy nagy impulzus, tehát magyarul vette az adást az anya. Hát azért mondtam, hogy véres történet, de hát ez van. Itt van Csórikám, úgyhogy jó. A pirokinézisről már beszéltünk, hát ez igenis létező történet, gyakorolható, létrehozható. Úgyhogy az, amikor azokat a filmeket látjátok, hogy a gyerek ott fölgyújtja, nem azt mondom, hogy nem minden nap, meg nem minden ember, de aki rá van, megvan gyönyörű leírás, hogy hogy kell gyakorolni, hogy hetente ilyen 10-15 percet koncentrálni, és hőt kell érezni a tenyérbe. Egyébként Lászában, amikor új szerzetes választás van, egy évente egyszer, egy napra kinyitják, és ott az a feladat, hogy egy szalma, az a belépő. Különben nem is tárgyalnak veled. Oda kell tenned kezed, és lángra kell lobbantani. Ha akkor már jöhetsz, akkor szóba kerülhetsz. Tehát aztán még van több minden kell. Tehát ez gyakorolható, nagyon nagy koncentráció szükséges hozzá, és hát ez az, amit mondtam. Úgyhogy létezik, ugyanis feszültségkülönbségek vannak ujjaink között, pozitív, negatív, pozitív, negatív, pozitív, hölgyeknél fordítva negatív, pozitív, stb. Ugye az ellentétek vonzák egymást, ugye? De gyakorlatilag addig-addig, amíg egy olyan hőt kell érezni végefele már a második héten, már amikor szinte a lángot is látnod kell, aztán nem beképzeled, hanem mások is látják, amikor meggyullad. Én nem csináltam, nekem erre se időm, se kedvem, mert meg utána minek hívjam a tűzoltót. Aztán ugye akkor szokták ünnepélyesen, amikor az egész ház már lángokban, akkor csinálják a tablóképet, a csoportképet, ott mindannyian fölállnak, és akkor várj egy kicsit, menj odébb, de hát nem, előbb megcsinálják a tablóképet. Szóval, na. A levitáció, mint izgalmas sztori, hát ez se akármi. Ez az úriember, ez a jogi, ez a Pulavár, egy indiai szent ember volt, aki gyakorlatilag 36-ban ezt produkálta. Na most, itt azért nekem ennél az úriembernél vannak kétségeim, bár a történet leírja, hogy egy bótra támaszkodott, és a bót le volt takarva, csak azért azt tudni kell, hogy 36-ban még nem volt ilyen kiépült rendszer, hogy mint ahogy most látjátok a Facebookon, hogy ott ül, lebeg a levegőbe, és közben fém szék, és ez erre van, és be van építetett ő, csak tényleg a kezét, és az, tehát magyarul körbe van hegesztve egy ilyen bot, egy ülepével, és akkor ő csak ráteszi, de olyan, mintha lebegne, és nem is érték. De ezt akkor még nem csináltak ilyet, úgyhogy, és jelezték is, hogy a keze látszik, hogy nem ezen erőlködve támaszkodik, hanem csak éppen pihenteti. De volt, amikor levette róla, tehát azért tudott ez a pasi valamit mindenképpen. Aztán szintén a parapszichológusok úgy vélik, hogy ez a ying, illetve a yang energiáknak valóban működő, beszívja, elraktározza, és aztán úgy jön létre ez a lebegő állapot, ez szintén tanulható. Az empapok profi módon gyakorolják is, és tudják is, és hát úgy írja a fáma, hogyha valakin látják azt az igazán nagy elszántságot, mint Yuzui-nél,
amit az előbb beszéltünk, hogy a Reiki mesternél, akkor átadják a tudást, de ez nagyon, ez babrás, tehát ezzel azért kell küzdködni, ugye? És onnan nem nehéz pofára esni, ugye? Mondjuk ilyen 2 méteres magasságból. Gondolati erő megint csak valahol megint a telekinézis, mint folyamat, ahol a fizikai erőtérre hatást gyakorlunk gondolati energiával. Nehéz, nehéz, de elképzelhető. Kuperto József ugye az 36-ban, 38-ban ereszkedett először ilyen kicsit belekoncentrált, egyébként Assisi Szent Ferenc is. Ha Assisi Szent Ferenc egy kicsit úgy bekapcsolta, kikapcsolta, akkor lebegett, úgy kellett, kikötözték Assisi Szent Ferencet egy idő után, mert mindig megemelkedett, és akkor a hívők menekültek ki, mert azt hitték, hogy ördögtől való dolog, pedig nem. Tehát nagyon sok szemtanú volt, akik előtt... Aztán angol volt egy angol a 60-as években, szintén profi módon produkálta ezt, és hát úgy, itt ez a kínai, ez a Liuan szintén ugyanezt megtette, és hát valóban tényleg létező, csak ő narkotikumot használt magyarul megint, mi a paranormális megváltozott tudatállapot, amit ajahuaszkával, satöbbivel lehet előidézni, hát ő is különböző anyagokkal, speciális anyagokkal. Tehát ez az, amikor szokták mondani, hogy ugye kábítószeres az utazik, idézőjelve, vagy megemelkedik. Ugye? Tehát azért az létező dologról beszélünk, és elsajátítható ez is. Kinevelték belőlünk, de azért ne tegyétek fel a kezeteket, hogy szoktatok-e ott álmodni, hogy a levegőbe levitáltok. Hát ez a régi tudás még ott maradt meg a kis szegletbe, csak sajnos bezárták a vizét, a kaput, aztán eldobták a kulcsot. Tehát, hogy nem vagy képes-e. Nem vagy képes-e. Hát akkor miért most mondták papírom arról, hogy nem vagyok képes-e. Tehát szóval ez sajnos ez nagy baj. Így a Lászában ott ez egy minden tekintetben, de mondom, megtanítják szintén, ha valaki elszánt. Itt a mi szükséges koncentráció, meditáció és rendkívül sok kitartó gyakorlás, és egy idő alatt, ugye, eposzi move, ugye, mégis mozog a föld alattatok utána. És hát itt, tehát ez most, hogy ez most csak valami fotó, azt most hagyjuk. A magát a folyamat, mint érdekesség, az talán különös. Ezt az ősi beavatottak, azok azért a titkos rendek, azok nem szeretik, pedig tudják. Létezik a híres tumó jóga, a tumó levitáció, azt tudjátok, hogy mi. Mint a törökülésbe ülnénk, megfogjuk középen a két lábunk, talpunk összeérik, összefogjuk, és mint a szöcske, így elkezd pattogni, de olyan magasra áll, hogy azt nem tudod megcsinálni. Azt levitációval, szintén sok gyakorlás, koncentráció, de azt tanítják is, TM-nek hívják, transzcendentális meditáció, majd annak a jelentése is. Most pedig meg fogunk látni egy olyan nepáli szerzetes, ez eredeti filmen van nekem, de ide nem filmként tettem be, mert baromi hosszú, mert nem olyan könnyen lebeg az illető, de most így a képeket mutatom, hogy egy ilyen cirka 50 kilós öreg bácsika, gyertyákkal körberakva, ez a rossz ártó szellemeknek az elégetését szimbolizálja, és segítő lelkeket, és ott ül középen, most még a talajon, aztán még mindig a talajon ül, bár elkezd emelkedni, és aztán, nézzétek, itt már fönt van, már látszik, hogy jóval följebb van, majd lesz egy fotó, ami közeli, szintén lehet látni, ugye, ahogy emelkedik. De ott a filmen ez folyamatos, csak azért próbálom így többször, hogy lássátok, hogy tényleg működik az illetővel a folyamat, és speciális lecsökkentett agyfrekvencia. Mit mondtunk a agykontrollnál? Tétánál? Hát ott már óriási dolgokat tudunk. Ott a tudat, ez az a pillanat, amikor legyőzi az anyagot. És ez valóság. Na, itt már lehet látni, ott az árnyéka van csak, és ez pedig ez a, hogy hívják ezt, amit így morzsol? Igen, így is lehet mondani, semmi értelme, de igen, de jó, köszönöm. De gyakorlatilag, az előttem szólók jól mondták, hogy én magyar viszonylatban szoktam mondani rózsafűzér. Tessék.
Hát micsoda képzett csapata vagy a körbejövő. Hát lassan beiratkozok hozzátok tanulni. Majd a időt írjátok ki, hogy fogadási idő. Na, tehát, tehát itt látjátok, hogy tényleg, tényleg levitál az illető, és aztán lassan kezd visszaereszkedni. Itt alatta van most, látjátok, hogy teljesen alatta végig lehet a kezet húzni. Ott van fönt lebeg, de ezt élőben mutatja be. Tehát ez folyamatos film. Aztán van több, ami, na itt kezd már leereszkedni. És akkor eljutottunk a tummo jogához, ami azért izgalmas, mert a tummo joga vagy hőjoga, ez belülről izzó tűz. Na itt köze van a kéznek szintén, tehát hogy ez tényleg műkszik ám. Ez itt arról szól, hogy ezek a jogik, azt a filmet nem tudom megtalálni, pedig van, úgy szerettem volna nektek, az óriási, amikor képzeljétek egy ilyen 6-8 fokos ilyen templomba, ilyen zen templomba, ülnek az urak, félig mesztelenül, vödörvíz ki van téve, 5-6 fokos hideg víz van benne, hófehér lepedőt ott mindenki előtt, a segítők, belemártják, és azt a videót nem kicsavarják, nem centrizik, semmi, ebbe a 5-8 fokosba így ráterítik, így ül, koncentrál, és olyan 3-5 perc múlva elkezd gőzölögni, és egy olyan 10-12 perc van szárazzal a lepedő, össze lehet hajtogatni, száraz. Én egyet gondoltam, megkérem, mert nálam vasalásnál jó lenne, mert mosás után egyből száraz, de ezek valóban megcsinálják. Tehát én, na most ezt a Francia Tudományos Egyetem, Tudományi Egyetem, ezt fizikai értelemben kivitték a műszerezettséggel, bevizsgálták, akik erre mondták, hogy ők tudják, bírják ezt a képességet, mindenki meg tudta csinálni, olyannyira, hogy a testük hőmérsékletét, ha kell, 4-5-6-7 fokkal is meg tudják emelni. Hát nem véletlenül hőjógának hívják. Na most ez volt a vizes kaland, ugye most nézzük meg a másikat, ami azért izgalmas, mert fölmegy a hegyre, azért úgy szeretném megmutatni, és a csupasz homlokával a jégbe rádől így, ilyen, mint ha imádkozna, ráfekszik a homlokával, hát olyan homloküreg gyulladást kapnánk, hogy na, és reggelig a mínusz 25 fokba itt van, tehát náluk ez tök természetes, mínusz 25 fokba fölmennek, lehajtják a fejüket bele a jégbe, csoda, hogy reggel úgy kell letörni őket, és akkor szépen megemeli a testhőmérséklet, amit mértek műszerekkel, 42-44 fokra, 42 halálos, mert bomlik az agy, de ezt nem tudta az agy. Ez az agy nem tudta. Tehát ez az, amikor nem tudja. Tehát ezért mondom, néha nem biztos, hogy a gyereknek el kell mondani, hogy te nem tudod megcsinálni a leckét, mert lehet, hogy nem tudja, és megcsinálja. Tehát ugyanígy igaz, szintén nincs, beléjük van nevelve, hogy meg tudod csinálni, és meg tudja emelni a hőmérsékletét nagyon magas szintre, és pontosan ez a lényege, hogy ezáltal meg se fázott, és akkor reggel leporolta a deret magáról, visszavette a kabát, azt hazamentek a legények. És tudományos bizonyítékok vannak rá, mérhető módon. Tehát én most már talán látjátok, hogy én azokkal szeretek foglalkozni, amik bizonyíthatók, az csak addig számomra nem kell. De azért kell, mert ugye a materiális világunk az olyan, hogy ugye nem jártam Ausztráliába, tehát nincs. És volt olyan UFO tagadó, akit megkérdeztem, de hát mégis, ha egyszer úgy leszállna, úgy melléd a hősök tej, akkor se hinném el. Akkor nincs mit beszélgetnünk. Jó. Tehát menjünk közben, megfigyelték, itt látjátok azt a középtájon, az a tű impulzusok, onnan ott kezdődött a hőmérséklet megemelés, vissza már nem ment alapfokra, túl pörgette magát, és utána szépen reggelig kitartott ez a hőemelés. Az az új-kaledóniai Numéia törzsnek a benszülöttei például arra képesek, hogy lebegve halászgatnak, föllebegnek, és föntől nézi meg ott a hal, és akkor a láncsával ott döfi le. Ott születetten ez a tök természetes folyamat, tehát ott nem lepődik meg semmi. De azért nem szabad őket ráébreszteni, hogy te figyelj, ezt nem tudod, mert hátha leesik ott rögtön, de mondjuk úszni tudnak, de ez működő történet, ott alanyi alapon mindenki tudja. Tehát nincs belénevelve a materiális világ, hogy ha kopogtatod, és hangja van, akkor az kő, vagy fa, csak a körmödre vigyázz, mert szálka megy alá. Tehát pontosan döbbenetes dolgok ezek. Az üsze.
senkinek nem a rokonát szídom, ez a üreges szerkezetek effektusát jelenti. Viktor Grebennyikovról beszélek, a könyvemben írtam róla. Ő egy mezőgazdász úriember volt, ez a üreges szerkezet, hát milyen az üreges szerkezet? Hát a lép, üregek, lukak. Ez ugye, vagy például szalmából ragaszgatott össze ilyen kis piramist, amit ott láttok, és az új begyekből kilépő energia, lásd csigunk, hol megy ki az energia? Hát most semmit, csak ismétlünk, meg itt gyakorlatban bemutatjuk. És akkor szépen elkezded, és elkezded pörgetni. De ugye volt a másik, amit mondtam a telekinézisnél, koncentrálsz, hogy balra, hogy talán megfordult itt is az ingának, most mutassa egy jobbra, akkor jobbra kezded. Nem rángattam a kezem, hogy lóbáltam, hanem tényleg így működik. Ez létező, ez a dolog. Ugyanígy ennél, itt van ő, és volt ez a bogár, amit ilyen, hogy hívják ezeket? Futrinka, de nem az utca. Nem az a Böbe Baba, meg a társai, Csató társa, Mazsola, meg ezek, meg a Tádé, igen. Gyakorlatilag ennek ez egy 30 centis bogár. Na most az a lényege, hogy akkora szárnya van, ugyanis ez kívülről kitimpáncél. Belülről viszont hártyás szárnya van. Igen, csak hártyás szárnya ekkora pici kis hülye hártya. Na most nehogy azt mondjuk, hogy ezzel repül, mert ezzel se, ez csak kinyitja. Ez olyan, mint a futómű. Ez csak kinyitja, és alatt az frekvenciát rezegtet. És a kitimpáncél belső részén szőrök vannak. Ezek elnyelik ezt a rezgést, és ezáltal repül. Ő a rezgések miatt. Hát súlyra nem is bírna. A vákumban, mert ugye mi van, hogy felhajtó erő, igaz? Ugye a bogarak, madarak, stb. Oké, okay. De vákumban nincsen levegő, tehát nem tudsz mit legyezni, hogy fölemelkedj. Na most ez a szerencsétlen hülye piaci légy, ez se tudja. Nem tudja, és vákumban repül. Tehát rezgéssel repül, újra mondom, köze nincs az egészhez. Csak ugye van ott oldalt kettő, kicsi kis, ilyen egyensúly. Most a játékokon lehet kapni, ez az egyszemű félőrültek, a oldalán vannak, ez a bilognak hívják, hasonlóan, mint a pecsétbilog, de ez már se szól. Ez olyan, mint aki egyensúlyoz a kötéltáncos, és azzal a hosszú rúd, a végén egy-egy golyócskával, na ugyanilyen van nekik. És döbbenetes, mert a rovaroknál az is tetten érhető, hogy adott esetben a traheáknál, azok a légcsövecskék, olajcsepp képződik, és a levegőt bezárja, ezáltal könnyebb, még egy kis frekit is rátesz, aztán repül még vákumban. Maximum azért nem tud tovább repülni egy percnél, mert elfogyott a levegő, levegő nélkül meg sehogy nem tud repülni, de senki sem, ugye. Úgyhogy döbbenetes történet. Grebennyikov azért nem árulta el, mert csinált egy ilyen szerkezetet, ezzel röpködött, 2450 km per órával. Mágneses mezőket, elhajlási mezőket hozott léte, torziós mezők között repült. Olyan felvételeim vannak, ahol csak egy ilyen folt van, és a vadászgépek ott kullognak utána, és ez ugye én csak ilyen Rolinak nevezem el, mert mindjárt megmutatom, hol van, itt van. És akkor mutatom majd, nézzétek csak, tehát ezzel tud felemelkedni, látjátok, hogy emelkedik, de ezzel repülni. Na most ki kellett kötnie magát ehhez ajzével, mert ugyanis az alja a berendezésnek olyan, mint egy festőállvány, egyébként abban mindig behajtotta, azt hitték festeni, ment egyébként, ő festett is nagyon szép képeket, ugye biológusként, vezőgazdaszként, ugye az állat vagy a rovarvilágot festette azokat, ő festette azt a futrinkát is le. És alulról, most ide nem tettem be, de képzeljétek egy ilyen minden sarokba, ilyen legyezőszerűen így van ez a néhány szárny, és kivezetve hozzá, és ott, hát ugye van a gáz meg a fék, ugye, és kikötötte magával a derékszéja, mert ekkor a sebesség ne lenne essen. De átlépett dimenziókba időket. A könyvemben ezt leírtam, hogy elment úgy, hogy mielőtt ide ment, egy darazsot beletett a izébe egy fiolába, hogy majd hazaviszi, és majd ott vele szórakozik, és akkor, ugye ez benne volt a zsebibe,
Majd elkezdett, röptette magát, ugye? és mert egy, ő szerint egy 10-20 perc telhetett el, majd leszállt, összehajtogatta a csomagot, és mikor ment haza, nézte, és visszament az időbe, ugyanis nem báb, hanem egyel előtte, amikor még kukasz. Tehát nem csak, hogy a bábozáshoz visszahozta, hanem még visszahozta, még amikor kukasz. Lárva állapotba. Olyannyira, hogy összeolvadt a rovarnak a vas része, az üvegben lévő vas résszel, és egy ilyen luk keletkezett, és neki meg ilyen 5-6 napos szakálla volt. Tehát, hát igen, csak most ez, megint egy rövidített verzió, róla egy könyvet tudtam volna írni, írtam is. És most, amit fogtok látni, ha ez el akar indulni, igen. Na, még mielőtt itt belemelegednek a fiúk, a következőről van szó. Üsze, üreges szerkezetek effektusa. Ha például valakinek fáj a feje, akkor otthon tojástartó van, az a 30 darabos biztos. Abból kell egy 5-6 vagy 8 darab, egymásra kell rátenni, de nem egymásba bele, hanem elfordítva, hogy üreges szerkezetek jöjjenek létre. És akkor gyakorlatilag a hajszárító, az a talpas, ami szokott lenni, le kell venni a búrát, és ezt kell úgy megcsinálni, összeragazgatni, hogy alá beülsz, és egy olyan 5 perc múlva elmúlik a legkeményebb fejfájás is. Üreges szerkezetek effektusa. Sőt, a szájban a vas kezd olyan értelemben kiválni, hogy érződik. Azt ismerjük, amikor beütjük az orrunkat, és vérzik, és akkor olyan vas íz. Ugyanezt a vas íz fogjuk érezni, és hát ne lepődjük meg, ha az óra elállítódik meg, stb. Már nem az óra, hanem egy óra állítódik el. Na most üsze a mindenkinek az ujjai. Ezek üreges csontok. És amikor azt csináljuk, hogy leültetünk egy ilyen, ez egy 140 kilós kis pasika, majd meglátjátok mekkora darab, leültetik, és simán így egy-egy ujjal, mindenki egy-egy ujjal megfogja az ujját, és így itt a térthajlatba kell, meg a hónalba. Nem csináltatok ezt? Na, hát az nagyszerű. És akkor a következő, föl kell dobni az illetőt. Na, és 140 kilót, szóval úgy tehetsége gipszágyba megy az ujj olyankor. Igen, ám csak mégsem. Mert most látjátok először, amikor, nem ezt akartam mutatni, ez mindig más csinál. Ja, nem is, itt valahol. Na, hát minden poént elők. Na jó, akkor visszább. Igen, itt van. Jó, és akkor. Most itt az a lényeg, hogy először megpróbálják normál, hogy föl tudják emelni. Hát nézzük. Csak az ujjat. 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 Az a lényeg, hogy nem jó szalá. Meg se tudták mozdítani, igaz? Most a jobb kézzel elkezdik körbe a következő négyen körbálják, és ezekkel az üreges csontok egy antigravitációs produkálnak dolgot. Hátjátok, körbe, négy ember körbe ráteszi, és elvileg a következő kört is végig kell bal kézzel. Antigravitációs tér alakul ki most, ez alatt. Ez üreges szerkezet. Figyeljétek! Tehát az az ember, de ő nézzétek mekkora dravác, hát ez tényleg egy jó nagy darab. Gyakorlatilag itt az a lényege, hogy mindenképpen egy nagy darab ember, de föl lehet dobni. Föl is lehet dobni, nem eddig szoktuk, egy olyan 2 percig szoktuk egyébként, akkor itt is megtelik minden ezzel az effektussal. Hát hiszen antigravitációs rolit hozott létre, én így neveztem el, gyakorlatilag, mert úgy néz ki, mint egy roli. És most itt ugyanerről szól a dolog, ez játszódik le, és pillanat alatt föl tudjátok, nem ennyire a plafonig, jó, ha nem veri be a fejét. Tehát óvatosan dobjátok fel, hogyha otthon kísérleteztek. Van XL a kezén valakinek, hát most jön a tenyérnézegetés majd, tudtam, gondoltam, azért mondtam, hogy ne ott titokba kelljen, hanem nyilvánosan. Na most ezt meg kell játszani lottón, az X, ugye? Nem mindenkinek, és nem úgy. Most kezdem mondani. Gyakorlatilag
bármelyik tenyéren lehet, vagy mindkettőn, itt az egyen, vagy mindkettőn a lényeg. Nézzük meg, hogy mit árulj el az X, nem látom innen, de elhiszem neked. Gyakorlatilag az illető egy nagy jövő előtt áll, hogyha mindkét kezén középen ott az X. Meg ezt meg is lehet játszani totó, tehát nincsen gond. Ugye a szomszéd fia az meg ezért hozott haza bizonyítvány helyett totót. 1x, 1x, hát ez szép. Végül is az a lényeg, hogy ezek az emberek úgymond haláluk után is híres emberek lesznek. És nézzétek meg, ott van, 2 millió ember adatát dolgozták fel, meg akiről volt kézlenyomat, akik már elhunytak, ilyen volt Nagy Sándor, annak nem hiszem, de ő meg, mint aki ezeket megkülönböztette, ezeket az embereket, azt onnan tudjuk, mint történetileg. Aztán Lincoln például, és Putyinnak is ugyanilyen van a két kezén, úgyhogy ne reménykedjetek. Ez az eredmény az volt, hogy ezek híres emberek, vagy a társadalmat nagyon keményen be tudják folyásolni folyamatosan. Akiknek csak az egyik kezükön van X, azok is sikeres emberek lesznek, csak az életükön belül, halálotuk után nem marad fenn, ennyi. Van emiel mindenki, ez a memento mori, ugye? Emlékez a halálra, ugye? Így szoktuk volt mondani. Így néz ki körülbelül, és akkor ott van a szívvonal, a fejvonal, aztán a sorsvonal és az életvonal. Na most itt a tenyerünk, ez a 4 fontos, ez a legfontosabb, és nem tenyérjóslás, csak mint egy, megint a telepatikus, a spirituális lehetőségétek miatt tettem csak bele, mert azoknak, akik ezekkel a vonalakkal ilyen nagyszerűen rendelkeznek, azok fognak ebben profi módon. A fejvonal például, önfegyelem, ami a képességek, azok nagyon profik. A sorsvonal, az a sorsunkat tárja fel, hát majd nagyon nehéz volt ezt kitalálni. Aztán az életvonal, az élet hosszat és az egészségi állapotról árulkodik, és a szívvonal, az pedig az érzelmi dologról, tehát nem sztrókot lehet belőle megállapítani, hanem a szívvonal ebben az esetben az érzelmi töltöttség, telítettségről árulkodik, és egy ilyen nagy embetű látszik a tenyéren. A mágneses emberekről tartsunk szünetet, vagy bírjátok? Bírjuk, jó. Mágneses emberek. Hát ugye ilyen nagyon sok, ezt úgy is szoktuk mondani, enyveskezőek is léteznek, de az egy más folyamat, az csibészség kell hozzá, nem pedig rendkívüli képesség. Bárhogy nagyon jó csibész legyen, az rendkívüli képesség. Most itt látható ez az úriember, 77 éves malány, hát éppen minden magára szed. Jó, mert nem szórja szét a szerszámot, mindig tudja, hogy mihez nyúl, csak óvatosan lehet vele beszélgetni, mert a szekerce ott van, tehát ugye azért csak óvatosan. Ha meg tartalékban az elromlana, akkor leesne a feje, akkor legyen még egy, amivel apró darabokat hasít ki az illetőből. És hát ez ráragad. Erre egyébként emberek, ebben nagyon sokan képesek vagyunk. Hát megint a fizika úgy magyarázza, hogy mindenki már megizzadt. Jó, oké, megizzadt. Mínusz 20 fokos helységben meg szoktak izzadni az emberek. Én még olyat nem láttam, aki mínusz 20-ban nem izzadt meg. Ha beöltözött bundába, meg vizébe, olajkájába, vagy radiátorba, akkor persze, egyébként nem. De a lényeg az, persze egy kicsit nedvesebb is, de amikor függőlegesen tartja kezét, van egy hölgy Németországban, aki egy boros üveget, ha a fején lefele tartunk, ide teszik így függőlegesen, nem megdöntés, nem. Függőlegesen tartja, oda teszi, és úgy lóg lefele, és a nyakára rákötnek további 5-öt, és a spagónál próbálják, és csak a kezét tudják, mert nem lehet levenni a kezéről. Tehát itt azért, ugye, meg volt ugye az a magyar is, aki sajnos úgy tudom, hogy meghalt szegény, nem jut eszembe a neve, pedig itt van valahol a neve, ő mit tudom én, 60 kilós tárcsákat tett magára, ha megnézem én azt az izzadságot, verítéket, ami nem csúszik le. Jó? Szóval ez hülyeség. Itt van ez a kis rász, képes 25 kg fémet magán hordani, hozzátapad gyakorlatilag minden, és gyakorlatilag az egész test olyan, mint egy mágnes. Tehát nézzétek meg, ott a vasaló is, remélem ki van kapcsolva. De mondjuk volt, mit, lett volna mit kiolvasztani, tehát nem biztos, hogy rosszul járt volna. Egyébként a legújabb ülések ilyen fűtöttek a kerékpárokon, az elektromoson,
és így fordítva van. Tehát főtt tojás is lehet, meg stb. Tehát sok minden. Sült kolbász és egyéb, és nem fázik az illető. Ráfázik, az tény. Na nézzük meg, hogy ezeket a nagy, ez, tudjuk, ez a vas, ez nagyon nehéz, hát simán ott tartja, azért oda tesz a kezét, de hát szóval tényleg. Viszont mondják a helybéliek, hogy ahol oda tesz a kezét, ha fáj valakinek valami a feje, lába, bármi, oda teszi, pillanatok alatt elmúlik a fájdalom. De erre ti is képesek vagytok, ha nem is pont ilyen. Tessék? Pfizerrel, mindenki képes. Hát aki Pfizer gyanúba szenved, és nem tudott róla, mert módosult tudatállapotba kapta, akkor igen. Na nézzük meg, de műanyagok is tapadnak hozzá, meg hát ugye ez az úriember ott jobbról, az ugye, de tele van, tehát rengeteg, csak most néhányat akartam belerakni. Nézzük meg a spontán gyulladás, vagy öngyulladás izgalmas történetét, mert hogy ilyen is létezik, itt gyakorlatilag a testben olyan ismeretlen kémiai folyamat játszódhat le, de több alternatívát fogok ismerni, amit ma még nem ismerünk. Ettől van. Ettől van. Gyakorlatilag a bennünk lévő víz, azt tudjuk, hogy jó 80% körüli. Na most ennek a hő hatására bontja a vizet valami, hidrogénre és oxigénre. És onnantól kezdve csak egy lobbanás is szétég az illető. Érdekes, hogy sejtről sejtre aztán terjed is elég gyakorlatilag. A párhuzamos dimenziók meccési kapuját mondják másik alternatívának, ahol akkor a kvantum plazma keletkezik, hogy a meccéspontokban ott egy nagy háború van idézőjelben, összeütközések, és gyakorlatilag begyújtja ez a kvantum plazma az egész szervezetet, és pillanatok alatt elég az illető. Tehát ez párhuzamos dimenzióknál tételezik fel egyik teória. És nézzétek meg itt például, ugye, ahol mondtam, hogy a vizet szétbontja oxigénre és hidrogénre, hát az a hölgyből ott annyi maradt meg, amit ott látunk, és ez olyan, hogy a hidrogén ugye az robban, tehát az lángra kap, és gyorsan elemészti, mivel oxigén is felszabadult, meg segíti az égést. Tehát itt nem vízként szerepel már az emberi test, hanem szétbontja, az meg aztán az az égés, ugye? Tessék? Ez meghalt. Fáradni látszok, de most tényleg elfáradtam. Na, viccet félretéve, sehogy nem rakta, ott a lábait rakta ki véglegesen szegény, de a csontoknak a lenyomata például látszik. Gyakorlatilag... Ezt megvárjuk, mert azért ez... Ez az úgynevezett armandi nevetés elhúzódó oda-vissza. Jó, ha itt lenne, most kezdene ő nevetni. Gyakorlatilag láncreakciót vált ki, és az egész testet gyakorlatilag elemészti, vagy azok a sejtek, ahol valami miatt nem működik a kommunikáció, azoknál a sejteknél ott megáll az égés, és akkor megmarad egybe a testrész. Az a döbbenet, hogy még a textília is megmarad, csak az illető, mert hogy benne ég el. Tehát ez olyan, mintha nem lépne ki, pedig de kilép, mert azért ott van a hamu. Itt ez a 67 éves amerikai hölgy, nézzétek meg, csak az egy darab lába maradt szerencsétlennek. 51. július 2-án fedezték fel a lakásban, a floridai Petersburg, vagy van. A lényeg az, hogy kiment az egyik családja a közérbe, mire visszajött, ez az alatt ennyi volt. Tehát olyan hő keletkezik, hogy de nem gyulladt be a padló, nem gyulladtak meg a függönyök, semmi. És ez jellemző, hogy nem, mintha ott helyileg fogták az idegenekre, de hát ugye, hogyha most teremtett az idegen, akkor minek égessen el. Tehát szóval az olyan hiába. Na ez egy nagyon kemény eset. Ez egy rendőrfelügyelő vizsgálta az ügyet, és azt gondolták, hogy az illető, ez a Helen Conway esete, hogy... ezt egy rokona égette el, de hát ugye ott csak az, a kéznek ezt a részét látni, meg a bal kézből egy nagyon picike. Szintén kiment valóban vásárolni, kiszaladt a boltba, mire visszajött 21 perc alatt így égett el. Sezlony nem égett el. Azon történt. Ezt mindenképpen több ezer foknak kell lenni, ahhoz tartósan, intenzíven, oxigénnel tápláltan, az meg volt benne szegénybe,
Úgyhogy gyakorlatilag egy pillanat alatt, szinte hát a pillanat 21 perc alatt úgy elégett, hogy csak ennyi maradt belőle. És ő ezt mit érzékel? Nem mondta meg. Nem mondta meg. Ez a második nagy kérdés. Ezért szerintem ki kéne osztani egy hangszórót ezért, és akkor ide lesz kitéve, hogy fáradjatok ide a két hangszóróért. Hogy mit mondott, miután meghalt, hogy mit érzett, amikor... Hogy a tudomány ezzel nem foglalkozott, hogy rögtön meghal, vagy pedig szenved? Hát mivel... Igen, igen, jó a kérdés. Mivel nem várta meg, hogy hazaérjen a rokon, hogy elmondja, és nem jelentette be a tűzoltóknak, hogy legyen idejük hozni a műszert, és kérdezgetni egy riporterre, hogy na most mi van, nagyon égsz? A jég és mi? Ugye? Tehát szóval, na... Ez olyan... Jó, oké, okay. Ez olyan mi haszna történet volt, tehát mindegy, a lényeg az, hogy a tudomány mai állása szerint nem ismerjük, és akkor azért van válasz rá, csak ezek feltételezések, hogy mi feltehetőleg, hogy ekkora hőnél lángban van, az tudni kell, hogy a sejtjeinkben 2600 fok Celsius és 3200 fok Celsius zajlik. Csak mivel mágneses mezőben van, nem tud kilépni belőle. Különben mindenki elégne. Mindenkiben így lobog. Úgyhogy, ha legközelebb tüzet kérnek, csak told ide a cigit. Jó. Van egy másik teória, hogy a villám, hogyha oda lecsap, hogy akkor történik ilyen. Hát én mellém lecsapott a villám egyszer, ráadásul ugye a legnagyobb villámlásban az értelmese. Ugye a haverokkal fürödtünk a Gyöngyösbe, Szombathelyi kis folyócska. Mi is azt gondoltuk, hogy szuper volt, és fürödtünk, hát itt úgyse vízbe, úgyse, ugye. Uh-huh. Aztán körülbelül egy ilyen egy méter, ilyen karnyújtásnyira, ha még láttatok, az a fölcsobbanó, de minden oldalról, hogy tudjátok, mikor egy medgyet belejtesz a vízbe, és akkor ilyen kör, ilyen valami eső, amikor ilyen, mondjuk, hogy nagy eső lesz, mert buberékos eső, na körülbelül így csak hát ilyen két méteres vízoszlop. Aztán három napig csak úgy néztem, szájról olvastam, nem sikerült mindig. Ezt mondták, hogy már mondtam ötször, ezt értettem, hogy ötször, de mit? Tehát szóval nem ajánlom. Na most ilyenkor azt mondják, hogy csalámban nem jut a menkű. Hát tényleg, mert akkor ott égtem volna porrá, de azzal azonosítják, hogy mit tudom, esernyőnél például belehúz, és ott akkor azért az ott előfordulhat mindenképpen. Aztán itt egy másik eset szintén, hogy azt tudni kell, hogy a csontnak az elégéséhez az oda nagyon nagy hő kell, és nagyon oxigéndúsan, tehát fokozott szúróláng szinte annak kell lépni. Gyakorlatilag ez jön létre. Úgyhogy a konferencián Máté Imre barátom fog a sejten belüli magas hőmérsékletről beszélni. Úgyhogy ha van kedvetek és időtök, akkor igen, várunk szeretettel. Na, a következő, ez szinte 1985, nem is régen megtörtént, hogy egy pasi sétált, ez a Paul Hayes, és egy londoni ilyen utcai felvonulásnál sétált, és a felső teste gyakorlatilag kigyulladt, meg is halt eléget. Nem volt ideje elmondani, pedig ott emberek voltak. De most ezt nem, ezt most komolyan mondom. Tehát nem, ez egy spontán belobban, az kész, lángba borul az elme. Leggyorsabb afrikai. Nem tudsz mit csinálni vele. Hát félsz, hogy te is úgy állsz, mint az, aztán te is olyan leszel, mint az ajatolla. Leégsz. Tehát. Nézzétek meg, itt ez egy döbbenetes felvétel, rengeteg van, ez az illető ott ült a fotelbe, a csont lenyomata van. Szervusztok, további jó pihi csucsit mindenkinek. Köszönöm ezt a hosszú kitartást. És gyakorlatilag itt lehet látni ezt, amikor csak a csontjai maradtak, a koponya megmaradt, de az összes csontja gyakorlatilag beleégett a fotelba, és nézzétek meg, ahhoz képest nincs a fotel megégve, hogy mekkora hőmérséklet van. Aztán nézzétek meg, szintén ez egy újabb alternatíva, a mitokondriális diszfunkció. Ez micsoda? Senkinek nem a rokonát szittam. Minden sejtben léteznek mitokondriumaink. Ezt úgy tudnám jól érzékeltetni, mint egy tangó harmonikát láttatok már biztos, ugye? És az, ugye össze van csukva, akkor ez a teljes felület ennek a harmonika résznek, ami kinyílna. Akkor csak ekkora felület van. Ez mindig kötözködik velem.
és akkor, amikor nyugodt állapotban vagy, akkor alaphelyzet, akkor ennyi oxigén felvétel, energia adó rész szervünk sejten belül, gyakorlatilag ő a kazán. Nem a morvai féle, de normál esetben igen. És következő történik, amikor nyugodtan ülsz, akkor ő alapban csak ennyi felületről elég neki, amit termel energiát. Igen ám, csak elkezd sietni. Kezd kinyílni ez a tangó harmonika, vagy bocsánat, a mitokondrium. Majd rohanni kezdesz még. De érzitek, hogy akkor már mekkora felület lett abból? Azért, hogy meg ne fulladjunk, tehát legyen elég energia, hogy bírjunk futni, tehát adott esetben életmentő lehet, hogy mondjuk üldöz például mondjuk a villanyszámlás, hát azért helyzeti előnybe kell hozni magad, és hogyha nincs rutin, de van felület, akkor van erő, energia, akkor úgy sész utol és kész. Ugye nem jársz úgy, mint annak idején a páros vasárnapi meccsek voltak, a Honvéd Fradi, nem, Vasas, Dózsa, Újpest, Fradi. És hát én életemben először akkor mentem ki, majdnem megkarlapoltak el, hogy mondjam, ugyanis a minimum autóborogatásba végződött a meccs, kint az úton, a Népstadionon végig, és hát a rendőrök jöttek karlappal, aztán egyengedték a tömeget, mindenkit lovaggá ütöttek, és mondta a Miki bácsi, akivel mentünk, hogy semmit ne se ülje ugyanúgy. Hát ugye, amikor ott látják a butát, akkor meg olyan jobb után is néztünk ki a fejünkből, meg a libero be volt készítve már, és akkor ugye semmit nem csináltunk, csak ott ugye ültünk, hát látták, hogy Jézus már, hagyjátok, ennek önmagával is gondja van, nem még ütünk rajta, mert csak romlik a helyzete, és akkor így minket nem bántottak. És akkor, amikor kimentünk a stadionból, amikor levonult a bali, csak úgy láttam, itt repültek autók ott, tényleg, tehát ilyen trabik azok, szárnya nőtt is, fejjel lefele szállt, tehát aerodinamikailag pedig nem úgy van kitalálva. De mindegy, a lényeg az, hogy ott repkedtek az autók, és hát ugye akkor még a villamos, azt hiszem ott, nem tudom, talán 3-as járt, vagy 55-ös, nem emlékszem, a lényeg az, hogy egy darab volt, hát 10 000 emberhez, hát kettőt majdnem, hát egyet, az lógtak, fűtök be az emberek, és akkor még ilyen dobogós rendőr volt, és akkor ott irányított a forgalmat, megfordult, stb. Igen ám, csak az egyik rendőrnek, ez egyik ilyen hülye gyerek, megmutatta a középső utat, hogy hova vezet, és ez a rendőr meglátta, és fölötette a kezét, megállította. Na, azt kapott Kádár Víslivel rendesen, ahogy kell, úgyhogy, hát mondjuk úgy, hogy hempergett a srác a porba, hát igen, póriasan mondva, tényleg róla el lehetett mondani. Tehát gyakorlatilag itt az energia termelésére a mitokondrium felel, és ott következhet be valami, ami egy ilyen diszfunkció, egy ellentétes működés, ami az energiát felszabadíthatja, ezt a nagyon nagy hőfokot. Jó, ezek fejtegetések. Itt látszik a hölgy arcán, hogy ugye a víz kezd kicsapódni, kezd a szervezetből először kijön, tehát izzadás, majd utána ott bomlik oxigén, hidrogénre, és utána a többit. Na most itt valószínűleg nagy nyomás is van ilyen értelemben, és a hőmérséklet berobban. És spontán öngyulladt kisgyerek, ez a Rahult, az, aki egy kórházba vitték be, 3 hónapos csecsemő volt, és 4-szer volt spontán égése. Arra gyanakodtak, hogy tehát a megszületésétől 3 hónap alatt 4-szer ott van égett. Nézzétek meg van égve a gyerek. Szerencsére nem égett el, de a sérüléseik azért borzalmas volt. Azt mondják, hogy a testén keresztül távoznak a gázok. Egyébként ez igaz mindegyikünkre, hogy bőrön keresztül a mások legnagyobb méregtelenítő. Ergo, ha olyan van, akkor ezért nem szabad sejem ruhákba aludni. Sok hölgy, nézem, hát úristen, sejem, úristen, úgy befogja, befüleszti, bepálik, vagy kipálik a teste, arról nem beszélek, hogy a gomba meg imád ilyenben lakozni, és akkor csodálkoznak, hogy hát ez a kiütés meg honnan volt. Hát igen, mert nem volt időben beütés, ezért jött a kiütés. Tehát, de ezt az orvosi szakkönyvek egyszerre leírják, a sejmet felejtsük el, az nem erre való. Oké? Nos, most már úgy gyógyult a gyerek, ma már nagyobb. Az öngyulladásnál a kontrollálható szintén pszichés különbségek, különlegességek is vannak, ami azt jelenti, hogy
egy alkoholistánál is, a stressztől, tehát azért itt azért megjelennek a különböző lelki problémák, mint általában, amit beszéltünk eddig, mindenütt szinte. És akkor nézzük meg, hogy a ruhák gyakorlatilag elpárolognak, rossz esetben, mint a kanóc rajta marad a testen, és azt tartja fenn az égő, azt tartja fenn az égést magát, úgyhogy ezért nem tud belőle kikeveredni. Na és akkor most jön az, amire azt mondom, hogy ez egy 15 perc, én ide nem kívánok semmit mondani, ugyanis most egy olyan csodát mutatok nektek, nem mai a történet, én erről előadást tartottam már 15 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt, de azt gondolom, hogy ha akarjátok, valakinek víziója van, akkor most keresse meg, mert ne közbe, mert ez egy döbbenetes dolog lesz. Megint csak egy festőművészről van szó, aki gyakorlatilag 13 évesen megszállják a festőművészek, 42 vagy 44 festőművész, Picasso-tól kezdve Van Gogh-ig sorolhatnám, ő majd Modigliani, mindenki. És akkor elkezd festeni. Azért lőm el a poént, hogy nézzétek végig, ez tényleg nem hosszú idő. Először úgy fest, hogy becsukja a szemét. Becsukott szemmel fest. Becsukott szemmel zsírkétával rajzol. Aztán bekötteti a szemét, és csak a felvételek miatt engedélyezte, hogy világítson a lámpa. Ugyanő ebből nem látsa, mert be van kötve a szeme. Van, ahol nincs, van, ahol igen, de alapvetően csak sötétben, csak a felvétel miatt. Aztán még döbbenetes, nyilatkoznak pszichológusok, hogy ez hogy létezik meg, stb. Festőmész, hogy nem lehet így festeni, pedig de, és látja, és meg vannak döbbenve, tehát rendkívül képesség, paranormális képességről beszélünk. És gyakorlatilag az illető egyszerre két festőművész, két stílusában rajzol, és aláírja, ja, fejjel lefele is lerajzolja a dolgokat, aztán utána a sötétbe, amikor lekapcsolnák a villanyt, ez úgy, hogy be van kötve a szem, azt nem tudom, hogy ez a rész benne van, mert az egy 30-valány perces, itt nem biztos, de lehet, hogy benne lesz, nem néztem még. Ott gyakorlatilag arról szól a fáma, hogy lekapcsolt állapotban lenne a lámpa, be van kötve a szeme, és akkor azok a tubusok egyesével alumínium színű mindegyik, tehát le van róla véve a tubus teteje fehér egységesen, alumínium színű az összes, és így unyul, veszél, össze van keverve, tehát, és soha nem lesz egy fa piros, az mindig zöld lesz, a szára az mindig barna lesz, az illető arca mindig rózsaszín lesz, pedig stb. Tehát majd meglátjátok, és aztán megfejeli még a dolgot egy még izgalmas a legvégén, amikor lábbal kezd el festeni, hátra dől a székkel, és lóg a lábbal, papír le van téve, becsukott szemmel, szól egy zene, és fest, és olyan képeket, a végén meg büntetésben meg kell nézni a kézképeket. Tehát akkor mutathatom, vagy... Lényekkel a múltból. Jaj, várjatok, hangot szerettem volna neki adni, de az nem sikerült. Ja, jön, megy. Azt a mindegy. Hát megint. Vetítés vége. A hangot kéne, itt van, igen, jó. Jó, és ezt most adom rá a hangot, mert ilyenkor még van lehetőségem. Hát a tudomásul lenni. Hát, na mindegy, majd megpróbáljuk. Az a helyzet, jó, megpróbáljuk, azt mondja, hogy a tévén nincsen hang, nem lesz hang, szerintem. Bár éppen lehetne, mert ez, HDMI, tehát éppen lehetne. Ja, jó, akkor itt indítom. Jó, itt van. Ez az. Gyönyörűen levettem. Paranormális képességeimet működtettem. Jó. De tudunk-e kommunikálni lényekkel a múltból, akiket már ismerünk? Forgatócsoportunk arra a földrészre repült, amit szellemi központnak is neveznek. Brazíliában.
érkezik a forgatócsoport, fölkeresik őt, ezt a Gasparettót, és majd ő elmondja. Luis Gasparetto, akit híres művészek látogatnak a múltból, és üzennek általa 13 éves kora óta. Figyeljék csak meg Luis-t. Szeme csukva van, amíg a festmény el nem készül. Szeme be van csukva a szeme. Fejjel lefele rajzolt, ugye láttuk? Két festőművésztől rajzol, két stílusban. Becsukott szemmel. Itt szellemjárás van. Thank you.
Be van csukva a szeme most is. Gasparetto általában 5 perc alatt fejez be egy festményt, és mindig sötétben dolgozik. Csak a film elkészítéséhez engedte a fényt. Nem az enyém. Hatalmas. De mindez, ami ezen belül van, én bennem is van. Amikor a szellemek közelítenek, én értem őket, érzem a személyiségüket, látom őket, hallom őket. És amikor megszületik a gondolat, hogy mit akarnak, a testem válaszol arra a gondolatra. Sokan felismerjük. Figyeljük meg azt a spontaneitást, ahogy a színek felkerülnek a vászonra. És a technikát, amely bizarr, majdnem komikus. Erőteljes mozdulatokat, az ég körkörös hullámzását. Nem emlékeztet ez valakire? Egy régi barátra, aki el akart mondani valamit. Vincent van Gogh, a legnagyobb holland mester a 17. század óta. 1888 és 1890 között festette leghíresebb képeit, főleg tájképeket megtöltve extatikus lendülettel. Rendkívüli stílus és rendkívüli személyiség. Lynn Marchilebs, New Yorkban a Soho művész negyedében élő festőművész. Megkérdeztük, hogy mióta foglalkozik festészettel, és mi a véleménye Gasparetto vásznáról, amit látott? Én 20 éve foglalkozom festészettel. Egy normál festőnek évekig kell tanulnia ahhoz, hogy képes legyen ezt megcsinálni. Ráadásul ilyen rövid idő alatt, mondjuk néhány órán belül. És egy festő az hátralép, megnézi a munkát, aztán előrelép, folytatja, majd megint hátra. Louise pedig azonnal végleges munkát végez. Ez bámulatba ejtő. Érzi az energiát, a festők energiáját, amely érzelmi legjön át. Éreznie kell, hiszen oly sokféle technikát alkalmaz, ezt nem lehet csak gondolati úton. Mert a mi nyelvünkben nincs rá kifejezés. Úgy érzem magam, mintha egy energiával feltöltött labda közepén lennék. Ebben az energiamezőben a tudatom külön vált. Ezért aztán normálisan beszélgetünk a festés alatt. És ez csodálatos, mert történeteket, vicceket mesélnek. Nagyon mulatságosak. Nagyon sok örömünk van benne. Louise, egy csodálatos!
hangszer, és csak magas rendű lények jelennek meg általa. Egy csapatművész, egy lélekcsapat elhatározta, hogy együttes erővel elmondanak valamit az embereknek, műveik szépségével, és feladatuk, hogy tudassák mindenkivel, hogy a halál nem létezik. Most ez egy megszállott állapotban volt ez a hölgy, egy idegenen keresztül üzent. No, hát akkor hirtelen felindulásból, igen? Lehet egy hozzácsapás, vagy egy kérdés végül. Jó, igen, mondja. Megvan az, amikor a kérdékes szóba jött egy kisfiú, és ő a nyelvével tudott olvasni. Látta. Hogy ne, ja, hát most a hajfájdalmak például, minden egyes hajszálnak fájdalomérző idege van. Hm? De persze, van, igen, igen, nagyon sokat, tehát most megpróbáltam csak egy, most úgy mondom, egy szűk metszetet, tehát ezzel azt akarom megint sugározni, hogy mennyi mindenre képesek vagyunk, ezért ne nyugodjatok, mert még nincs vége. Rainer Holbénak hívják a Fantasztis a Fenomén című műsor, talán emlékezhettetek rá, ez arról szólt, hogy itt most a hangot viszont le fogom venni. Ez a srác, ez egy röntgen szemű, behívják őt ebbe a helységbe, majd itt narrálom a történetet, rendes közönség előtt, kamerák előtt, ő egy átlát nagyon sok mindenen. Most elmondják neki, hogy egy paraván lesz, és meg kell mondani, hogy mi van a paraván mögött. Mi majd fogjuk látni, hogy mi van a paraván mögött, ő nem tudja. Tehát őt most hívták be, közben ott már odálltak a paraván mögé, hiszem egy tűzoltó lesz, és egy hölgy, azt hiszem, de az mint a bábú lenne, és a nyakába egy boa, tehát egy kígyó,
itt ez a George Rader, és majd ő neki meg kell mondani, hogy mi van a túloldalon, de volt egy becsapás is, majd meglátjátok, hogy tulajdonképpen, lehet, hogy sietettem egy kicsit jobban, mert itt most ők beszélgetnek, csak egy kicsi részt, jó. Itt a kamera, na itt jön most oda, most vezetik oda, ő nem tudja, hogy mi van a paraván mögött, itt egy paraván, és a túloldalon van egy bábú, egy ilyen tűzoltó, meg ez a hölgy, igen, egy nagy óriás beával, boával. Gyakorlatilag az óriás boa az más, ugye? Jó, átmulató teste után az boa, a többi az bea. Tehát nézzétek meg, őnek ott áll, koncentrál egy kicsit, megpróbálja, hogy érzékelésével vegye, és akkor itt az lesz a lényeg, hogy elkezdi mondani egy idő után, kérdezik, hogy kész, igen, jó, kész vagyok, akkor mondhatja, most azért itt inkább mutatom tovább, íme, és akkor itt most kezdi már elmondani, hogy mi van, a közönség tudja, hogy mi van, ő nem. És akkor most mondja, hogy van, és ott van egy, azt hiszem egy bábú, az azt hiszem az a tűzoltó, de megmondja, hogy egy jelvény van rajta, sisak van rajta, most ez eleve német, és most elhúzzák a izét, paravánt, és akkor most látja, és mosolyog, meg megtapsolják közben a közönség, mert mondta azt, hogy egy nagyon különös hosszú sál van ezen a hölgyön, de mozog a sál. Lehet, hogy kígyó? Tehát ez a zseni. Tehát ugye íme itt van. Úgyhogy, na most ezután azt hiszem kihívnak egy másik hölgyet, hát itt most a tapsvihar kitör, ja igen, mondja, hogy mi van, hogy ilyen ruhába, és itt az úriember, ja, a bajuszát is megjelölte egy száj fölött, azt szerintem ez bajusz, ez ilyen furcsa bajusz. Úgyhogy a lényeg az, hogy így végig mindent elmondott, tehát zseniálisan, egyébként szinte, és most jön a legmegdöbbentőbb, kihívnak a közönségből szintén egy hölgyet, akinek, ő ezt nem fogja megint tudni, egy orvosi zárójelentés van a kezébe, autóbalesete volt, és hát ugye nem mondták el, ott a zárójelentés, most hívják ki a hölgyet, hát rendesen megy, tehát nem gondolna semmit, és akkor, hogy végignéz, végig koncentrál, és egyszer csak elkezdi sorolni, hogy valami 24 csontja tört el, vár 24 darabra, és sorba elmondja minden, a szervei kivették a lépét, stb. Ugyanis egy autóbalesete volt ennek a hölgynek, és csodálatosan elmond mindent úgy, ahogy kell, de ezt is a lengyel pálcával, ha nem is ennyire, de nagyon szépen el lehet mondani, hogy agykontrollal, a kéztörés, ugye, hogy síjelni volt, és ott el van a szövő, nem is emlékszik rá, majd otthon megtudja, hogy tényleg másnap följön, hogy tényleg el volt törve az a kezem is. Tehát, és itt most végülis az igazság pillanata van, itt szembesítik, hát azért nem akarom én itt különösebben, mert mondom itt, ja, ez már most kétszer szeretne újra jönni, és itt felolvassa azt, amit elmondott a pasi egy az egybe. Tehát lépünk egyet tovább, és akkor eljutunk Nina Kulaginához, aki ugye a telekinézisnek egy nagy mestere, ugye orosz származású, és az agyának, amit mondtam, a előreható mágneses meze 50-szerese, mint az átlag emberi, úgyhogy mindig az a kérdés, hogy most kezivel mozgatja, vagy az agyával mozgatja, mindkettővel képes rá. Úgyhogy itt van, 2,5 kilókat képes lefogyni, azt mondtam, hogy 1-2 perc alatt. Megemelni, levitálni tud tárgyakat mindenk előtt. Annyira, hogy egy fizikus professzor odaállt mellé, és azt mondta, engem győzzön meg, utána én megvédem magát mindenféle támadástól. Na és akkor ugye vádolták őt, hogy rálehel, meg odébb csúszik, de majd látjuk mozgásba, úgyhogy majd lesz. És akkor gyufásdoboz, rúzs, meg mit tudom, micsoda óra van ott, és most teszik rá ezt a kis műanyag kalitkát, és azon keresztül, és gyönyörűen, sőt a kalitkát, és majdnem leesik az egész, olyan erővel csinálja, és akkor most jön az, amit akartam mutatni. Remélem, hogy működni fog. Igen, jó van, működik. Na, itt majd mindjárt. És akkor most azt fogjuk látni, hogy az asztalon hogy mozgatja az agya a mágneses mezeivel majd. Itt most egy kép van még csak egyelőre, és utána láthatjuk majd, hogy hogyan mozgatja kezével, fejével. Tehát az egész történet, ez nem csak ebből áll, most elmagyarázzak. És na most nézzétek meg, most kezdi mozgatni. Tehát, de a homlokát látjátok, oda előre tartja.
és nézzétek meg, elkezdi tolni, húzni be ezt a ilyen, nem is tudom, ez sótartó talán, fémből, a gyufaszálak vannak, óra van ott, és olyan energiák, egy időm, amikor belendül, akkor olyan energiák szabadulnak, hogy ezzel dolgozik, azt az óra esik le. Tehát ott már minden mocorog gyakorlatilag. Ezt megcsinálta ilyenkor, nélkül a kis műanyag kalitka nélkül, aztán majd ott esnek le a gyufaszálak, lehet látni, és kész, és akkor most majd az is jól azt megállította. Úgyhogy nagyon kimerül egyébként egy-egy ilyen izé után, ilyen szeansz vagy transz, hát nem tudom, mert látszik rajta, hogy csak lámoljuk. Na most oda teszi ez a prof mellé, hát ez a fizika doktora valamilyen területen, egyetemen, és ő ekkor már rájött, hogy ez mindig az, és mind működik. Az, hogy nem tudjuk, hogy, az egy más kérdés, de igaz, nem csal. Most rátesz, és nézzétek, majd a gyufás doboz elindul felé a doboz alatt is. Úgyhogy az asztalt aluló kamerák vették, hogy nem mágnes tettek meg. Tehát ezt már a fizikus volt maga, aki azt mondta, ezt akkor is bebizonyítom. Kuruzslással és csalással vádolták meg őt sokáig, de ő azt mondta, hogy nem érdekli, ezt akkor is nézzetek meg most is. Ezzel dolgozik, de elindul a gyufásdoboztól kezdve, a gyufaszállakig, minden. Majd lesz az órával fogod szórakozni, és akkor gyakorlatilag beperelték, és ez a fizikus akkorra már azt mondta, hogy na jó, odállok mellé, mert igaz, amit csinál, valóság, valóban működő, és akkor kezdték mérni, és úgy derült ki, hogy 50-szeres ugye az átlagemberhez képest az agyának a mágneses mezeje kisugárzása tolóerőt képez, és ugye ő az, aki mondtam, hogy mi, de most majdnem összeesik. Itt lehet látni, például egy pingponglabdát fog majd mozgatni egyik kezével benne ott ebbe a kis plexi dobozba belül, tehát megint nem fér hozzá, az meg nem mágnesezhető, mert nem véletlenül találta ki olyat a fizikus, hogy azért ne lehessen hülyeséget mondani. Úgyhogy gyönyörűen pattogott, meg egyéb, meg a poharat rátették, az alatt is működött minden. Úgyhogy képes, egyébként nem tudom, hogy éle még, talán még élhet, nézzétek, milyen fölrepül a pingponglabda. Tehát levitációra képes, tessék, pattog benne a kis műanyag edénykébe. Úgyhogy ő egy, tehát én úgy mondanám, hogy a tudomány szempontjából többek között első olyan, ahol műszeresen szintén, mint a tumójógánál bebizonyíthatták, hogy létező dolgokról beszélünk, és ezek a dolgok igenis működnek. Ott alatt egy kis másik pohár van beletéve a nagy pohár alatt, és odébb mászott a kis pohár. Tehát ez meg üveg, tehát ez végképp nem mágnes, ugye? Úgyhogy hát azt a pert végül is megnyerték, és hát gyakorlatilag itt egy fizikusnak kellett ahhoz lenni, hogy mellé álljon, és akkor itt még a tárgyalás előtt voltak, hogy mi lesz a vége, vagy hogy lesz, hát ezt mindjárt, ja, itt hagyjuk csak az óra, még hagyj menjen. Szépen elkezdi, először begerjeszti magát. Van egy olyan pasi, aki szintén mágneses mezőt gerjeszt, és a nagy hajó, ezeket a hajó minek iránytűket úgy pörgeti, hogy ahogy ő most ezt a picit, de az rendes, nagyot is. Tehát sok ilyen ember van, jól működnek. Most megint azt akarja csak pörgetni, de ki van merülve, itt veszik kamerák, a fizikusok állnak ott, tehát nem lehet csalni. Asztalt kamerával alulról bekamerázva, tehát minden előtte megvizsgálva, hogy fémesen tapad-e mágnes, stb. Tehát nem véletlenül. Most vízre tettek egy kis fát, és akkor szintén lehet ezt így odébb tolni, lehet görgetni. Volt az angyal, valami az volt a címe, az játszotta a Travolta, talán emlékezhettek, és ő csinálta a ceruzákat, így forgatta, így pödört. Úgyhogy valóban a műszerek regisztráltak mindent, bebizonyították, hogy igaz, úgyhogy tényleg tudományos értelemben nyert. Itt például az asztalt mozgatják úgy, hogy egyrészt levitál, tehát lebeg az asztal, tenyérrel nem tudják tolni, mert ugye hozzá van tapadva, és mindenütt ilyen záró, most nézzetek ott az agyával, kifejezetten az agyával hajolt oda, de hát itt is nagyon ügyesen, olyan, mint a felmágnesezni a műanyagot, üveget, bármit, és utána kezd el dolgozni, de utána profi módon. Hát itt már egy kicsit megöregedett szegényként,
de itt regisztrálták, vizsgálták az agyát, mindent, tehát fizikailag is a pillanat, amikor megmozdította, rögzítette ezt az egészet tény, úgyhogy gyakorlatilag itt vannak a műszerek. Mat, tehát nem lehetett hülyeséggel támadni őt, mert igaz. És ráadásul a tudomány, mert többször viszont meg tudta ismételni, tehát így jól laktak a empirikus tudomány képviselői is, hogy többször megismételni, akkor van. De hát ha többször húzgálnám mágnes, akkor is van, nem? Tehát szóval mindegy. Ő, na most ugye szegénykém kiakadt, hát elfáradt. Nagyon sok kutatásban a tudomány mellé odaállt, hogy segítse, hogy rájöjjenek, hogy megértsék, megfejtsék. Tehát kifejezetten segítő szándék is vezérelte őt. Hát nem tudom, lehet, hogy már nem él, lehet, hogy szegény, de nagyon-nagyon erős energiákkal bírt, igen, itt a vége. Hát, és akkor a bíróságon tehát záró szó, tehát gyakorlatilag ez volt az igazi hitelesen, folyamatában rögzített, bizonyított olyan persorozat, ahol fizikusok aztán odálltak mellé, és akkor mindannyian közösen pert is megnyerte, és a tudománynak is egy nagy segítséget tudott adni azáltal, hogy vizsgálhatták egyrészt az agyát, és elérkeztünk a csúcspontjához a történetnek. Tudom, nagyon vártátok már. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet.